Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Hú, 6 óra után vagyunk, 10 perccel. És nyomkodjuk a gombokat, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! Mi a hosszú volt az előadás Szegeden? Hát most az... értél vissza, vagy mi? Az nem volt rövid. Ideig értek el veled a hátukon, vállukon. Rövid volt a dal, nem? Azt hiszem, hogy rövid volt. Igen. Rövid volt a dalocska. Hosszabbra vagyok én berendezkedve. Ez a pop biznisz már nem az, ami mi felnőttünk. Ez azért két kéne és fél rockot. Perces számok. Igen, rockot kéne betenni, ott vannak 5 perces dalok. Add át Janinak, hozza megint a rock dalait, az első dal 5 perces lesz. Én engedném. Nem múlna. Beraknék egy 38 perces John Lord improvizációt, tudod? Sokan maradnának velünk, mondjuk. De aki velünk marad, az igazán biztos, hogy ő egy elkötelezett Morris Holder. Igen, kérdés, hogy mikor szólalnánk meg, de néha jót tenne egy-két hosszabb zene, mert ez kiszámíthatatlan. Én a pontos kezdés híve vagyok, mondják meg egyértelműen, ez 6 óra 8, és akkor mindig 6 óra 8, 6 óra 10, és akkor 6 óra 10 lesz. Amit szeretnének, az meg lesz, de ez a hol 6 óra 5, hol 6 óra 12, hát ezt nem gyerekeket. Ezt nem felnőtt embernek való. Így nem lehet elkezdeni. A híradó is fél hétkor kezdődik, vagy 6-kor kezdődik, nem? Nem. Tűzzünk ki egy pontos kezdési időpontot. És akkor beszéljük meg, hogy az a kezdés. És az ember ahhoz alkalmazkodik. Most megint szépen itt voltam, egyébként a kocsiban ülök, hallgatok zenét, békésen, és aztán próbálom kitalálni, de most mennyi reklám volt, oké, most mennyi a zene. Ennyi? Nézed, ahogy ébredezik a természet kint a parkban. Nézem a teliholdat, mert gyönyörű egyébként. Nagyon szép. Úgyhogy nehéz így kiszámolni. Szinte nappali világosság van, vagy hajnali világosság, mondjuk éjjel is, mert hogy annyira a teliholdat. Hát, annyira... Este nincsen, hát, 5-kor megint lekapcsolták a villanyt tegnap. Aha. Kikérem magamnak. A telihol az miatt, hogy tudjad élvezni. Ja, igen. Az viszont nagyon jó, azt te ajánlottad, csak nem adásban, azt hiszem, azt olvass el mindenki ezt a cikket, hogyha egy időzónával arrébb kerülnénk, akkor... Akkor egy sokkal tovább lenne világos. Miért nem csináljuk meg? Igen, a 444-nek volt egy cikke, hogy miért van fél ötkor nálunk sütét, azért, mert hülyék vagyunk. És tök jól levezeti a cikk, és teljesen egyértelműen elmondja, hogy ez a mi saját döntésünk, hogy fél ötkor sötét van. És ha arra pakolnánk magunkat, akkor egy vagy két órával is akár még tovább lehetne világos. Tehát lehet az, hogy fél hétkor van világos. Fél hétig van világos. És nem kéne sötétbe botorkálni. Népszavazást. Népszavazást. Hát, egy csomó város, mint nyugati város átkérte magát ide, oda átment különböző igen. helyekre, és sokkal tovább van világos, mint nálunk. És effektíve spórolni is lehet vele? Azt nem vezette le a cikket, ez a spórolás, ez az a baj, amit reggel spórolsz, most reggel spórolsz, ugye? Igen, mert reggel elbukod. Oké, de azt este elbukod a háztartásokban. Én értem, hogy a gyárban nem kell fölkapcsolni reggel a villanyt, de este otthon meg ezért már mindenki... kellene egy napon belül kétszer is átállítani az órát. Hát marha akkor... nagy lenne. Igen, 12-kor visszacsavar, hogy az esti az otthoni világítás, és aztán hajnalban meg megint átállít. Nem, de tehát, hogyha arra gondolunk, akkor a reggelt azt értjük, hogy ott nyerünk, de este nem értünk. Tehát ott este nem nyersz. Semmit. Úgyhogy ez egy nagy megfejtés. Na mindegy, én tegnap 9:30-kor értem vissza, 3-4-10 körül. Egészen nagy túrát. Egészen nagy túrát sikerült megtennem. Akkor mentem ki futni, mert kicsit megcsúsztam. De most várjál. Nagyon kellemes volt. Jó volt? Hűvös volt már akkor, mi? Az a baj, hogy már én is abban a korban vagyok, hogy az ízületek már egy picit érzik a hideget, és hát tegnap hidegecske volt már. Térdecskét, könyököcskét, könyököcském, és a kerti kutacska, vagy kerti utcai kutacskák, kertészi kutacskák vize is hidegecske volt már egy kicsit, úgyhogy picit át kell alakítanom ezt a dolgot. Nem, iszok közben. Meg fogsz lepődni. Inni szoktam. Miért nem hiszel? Vannak ilyen futós... Szoktam azt is, de ez így jobb, mert így olyan, mint hogyha a futókörömben lennének így előre telepítve frissítőpontok. Mintha csak neked lenne. Igen, mintha csak neked tették volna ki. Kicsit ismered, és akkor jön fel. De most már ezek elég fagyoskák. Szabad ezekből még inni? Hát mi van oda az illatosok? Nem tudom, de iszok. Szerintem az messze van. Az becsukják szerintem, amelyik nem jó, azt leszerelik, vagy ami ilyen. Igen, azt vizsgálják. Az beleszivároghat. Meg ezek zárt rendszerek, de ez nem, hogy hívják, nem gémes kút. Hát ez ugyanarról a rendszerről kapja a vizet az utcai, mint amiről a mellette lévő ház. Igen. Tehát azért nincs külön vezeték ahhoz. Ami az utcában megy vezeték, és az a te házadban bemegy, a sarkon van egy ilyen kék akármicsoda. Én imádtam gyerekkoromban mindig megtalálni a megfelelő méretű kavicsot, amivel lehet fixálni a kis nyelvet, mert nem tudtál egyszer inni, meg egyszerre nyomni, és mindig keresni egy kis kavicsot, amit beletoltál, aztán jó esetben ki is tudtad venni.
De ezek a kék kutak még vannak egyébként? Na, azért hát én imádom őket. Jó nagy vastag fogóval. Totálisan jön belőle a víz. Az, de azok szerintem ilyen furt kutak, abból az nem, az is olyan vezetékes víz. Az ugyanaz, ami az utcán vezetékes. Található, az a vezetékes. De legalább az ugyanaz. Uh-huh. Mindig úgy megörülök neki, hogy na most iszom élővizet, meg természetvizet. Ugyanolyan. Hát az nem jó. Az nem jó. Van egy ilyen új rendszer, ez is egy ilyen magyar fejlesztés, egy pár hónappal ezelőtt üzemelték be, hogy a belvárosban tűzoltó csapokra szereltek fel olyan kis szerkezetet, aminek a segítségével a tűzoltó csapból tudsz inni vizet. Azt hiszem, hogy a Dertér mögött van, valamelyik kis téren szerelték fel. Egy nagyon csomó jó helyen találsz. Igen, igen. Ez a klasszikus piros tűzoltó csap, ami két felé leágazik, hogy oda lehet csatlakozni, hogyha baj van, és az egyiket leszerelték az egyik csatlakozót, rá szereltek egy olyan szerkezetet, ami van egy gomb, és azt megnyomod, akkor egy kis lukó jön ki neked az ivóvíz. De ha tűzoltók jönnek, azt leszerelik. Nem kell bekéreckedni éttermekben, mindenféle vendéglátóipari helyekre, aztán ott családi házakban, templomokban. Na hát így van. Imaházok. Na az menő. Na de egy dologról beszéljünk még, mert ez engem... Ne, legyen kettő. De várj, ez engem megfogott, hogy azt mondta tegnap a Balázs, hogy háromra megy előadni. Hogy nem, szerintem azt ott behalóztad. Be? De, hát tegnap nem voltál olyan állapotban, hogy azt teljesen ért, hogy azt mondtad, hogy háromra ez másfél évvel ezelőtt volt, nem, és egy délutáni adás. Azt mondta, hogy háromra megy. Nem, biztos akkor nem. Akkor este volt. Háromkor indulok. Azt mondtam, hogy háromkor indulok. Tehát volt valami három, tehát valamit elcsíptél. Valami volt benne három. Csak azért nem mondom, mi az osztály csináltál fél tíz. A magyar igazságról beszéltünk, és akkor. Igen. Részinformációk eljutottak hozzá, elkapdostad a levegőben, de azt mondom, hogy háromkor indulok, ötkor kezdődött. Ötkor kezdődött, háromkor kellett elindulnom. Öt, negyed, hatkor kezdődött, és két és fél órát tartott körülbelül. Szétszettek, mondd. Egyszerűen nem tudok mit csinálni. Nem tudok mit csinálni. De már mennem kell a következőre. Még mindig ott kifejezést tekintettel, még mindig ott ülnek az előadóteremben, hát és nem, ezt én nem hiszem, mert nem tudom feldolgozni, sem menni kéne dolgozni, haza kéne menni, kicsit aludni kéne, mielőtt bemegyek az első órára. Ne, egyszerűen tényleg itt volt? Tényleg ő volt? Most mondanám, hogy unalmas volt, és rossz volt, és nem kérdeznek jókat. De ezt írják meg inkább azok, akik ott voltak. De itt van, hát már itt van. Hol? Itt van. Jó voltál Szegeden tegnap, Bali. Remélem sikerült édesanyámat megtalálni a szegedi éjszakában, mert mondtam, hogy mama ott botorkál. Ki botorkál az éjszakában. Nem, ők is lejöttek, levittem őket, mert közben találkoztak ilyen barátokkal, ismerősökkel. Már befutott az első név. Hol a van? Ott van, nézd meg, hát már. 6 óra keretezzük be, melyik. jó volt, úgyhogy ott voltam két és fél órát körülbelül, sikeres, elég vágytam a lámpámat az autón, megrettenve láttam, mikor visszajöttem, hogy úgy, de kellemetlen lesz, ott állnak az egyetemisták, tudod, még köszönök, még hello, még fotó, még Úristen, mondom, az angol csoda, ne hagyjon engem cserben, gyerekek, pöcre, két és fél óra várakozás után a kisgazdáját elszállította a helyszínről. Egy vagy több a lámpát, én nem is tudom miért egyébként. Van egy automata funkció, meg van a állandó égés, de én nem szoktam. Hát mi messziről hogy... lássák, hogy ott vagy, mit tudom, mint amikor a Batman-t hívják az égőt. Igen. Égben maradt, és rettenetesen izgultam, hogy ha most itt bikázni kell, ha most itt nekem taxit kell hívni, hogy nem tudom, hogy hol az aksi. Úristen, de kellemetlen. Tudod, és mondjuk egy zsiguliról. Jössz ki az előadásra. Köszönöm mindenkinek, szevasztok. Nagyon jók voltak a kérdések. Kövele, ugyanitt. Bika kábel. Lefuttattam, hogy jó, mondom, akkor hívok egy szegedi taxit, mondom, akkor azt honnan tudok taxiszámot, akkor visszakullogok az egyetemre. Ó, de kellemetlen ez. Soha nem izgultam még ennyire. Indulj a kis autó, indulj be. Pöcre. 3 óra, full első hátsó lámpa után pöcre indult. Úgyhogy az aksihoz kiváló. Milyen jó, hogy belerakottál még egy aksit tartalékba. Egy pótaksit, igen. Annyi, hogy egy Boeing aksi van benne. Az a jól megy. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Na és kik lesznek ezek a fiatal emberek? Ez milyen iskola? Kommunikáció szak, hát egyetemisták, József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, kommunikáció. Hát sokféle orientáció van, tehát nem csak média, nagyon sok mindent csinálnak, de nagyon sokat kérdeztek, nagyon helyesek voltak, úgyhogy egyszerűen nem... a biológusok is, hogy lehet így élni, értele, a fejjel. Igen. Nem akartak elengedni gyerekek. Volt sok tehetséges... Én is oda jártam Szegedre, ott vannak. Mindig van. Mindig van nagyon sok tehetséges fiatal lányversenyző. Esetleg még valakitől kérdés, onnan nem érdekel. Innen esetleg valakitől. Kis szőke hölgy. És mindig az első sorokba ülnek, tudod, lelkesen. Hát. Tehát, hogy így... Külön konzultáció? Éreztetik, hogy ott vannak az első pársoron. Én tikerten nem tudom, hogy hátrébb ülni, mert
többet nyelek, mint amennyi beszél. Igen. De jó, de sajnos nincs megállás, nincs megállás. Nincs? Holnap este már Budapesten vagyok. De ez most mi, a tegnap itt látta valaki, leutaztak Szegedre, vagy elutaztak Szegedre? Nem, tegnap szegediek voltak. Igen, és akkor már most jött egy új meghívás. Nem, közben már jött, hogy holnap meg már nem Szeged óta, hanem holnap este meg már Budapesten vagyok. És hogy nem láttam sehol a Europlakát kampányt? Az országos turnéról. Ráadásul holnap a bocsival megyek, úgyhogy együtt megyünk. Jó! Ja, ez az, amire meghívtál bennünket, csak nem érünk rá. Kinek a kocsijával? Hát, hogy kinek a kocsijával? Csörögjünk már, kérdezzük már meg, hogy kinek a kocsijával mentek. Hát miért? De spóroljatok már rajta. Most miért mennétek? Nem, miért mennék egy autóval? Beültök, dumáltok, tök jó, szerintem is. Én csak én saját, hát ha jön velem, én nagyon szépen elviszem. Na. De én a saját autómmal akarok menni. Beleültetem a banánhéjba, megmutatom, hogy pillanat, hogy utazom én, és van valahol egy hólapált, azzal le tudod takarítani. Figyelj! Ellapoljuk, vagy el, nem tudom, hecsegetjük a banánhéjat, a muszlicákat és a bogarakat, úgyhogy na, megyek holnap is. Nem tudok mit csinálni, na hát most, ha a menni kell, akkor menni kell. Basszus. Hát komolyan mondom. Ez az, amin a Budamarci is ott lesz? Igen. Hát ha jön. Nem tudtam lebeszélni a szervezőket. Azt hittem a Marcit fölhívta. Szerintem ne gyere, jók vagyunk ketten a bocsival. Elég, hidd el. Ezt később jutott eszembe. Már most mondom neki, én voltam egy olyan előadáson, ahol Bocskor Gábor és Sebestyén Balázs beszélgetett. Nem nagyon lesz ideje szóba kerülni, vagy idő, tehát hogy labdában rúgni, nem a Gábornak, hanem Gábor a Buda Marcinak. Ja, szegény. Figyelj, ezek... Hát meg most miről beszéljem? Az meg a másik. Se tapasztalat, se korra. A jövőjéről, hisz múltja nincs. Most érted, és komolyan kérdezem, Buda Marci miről beszéljen? Tök jó, de hogy... Nem, őt is elviszük. Hát ugye szerkesztő volt a szépben. Egy darab. Igen. Bocskor, a sebesség, és Buda Marci, ahogy nem szabad. Milyen jó lesz ez, ahol a Marcival találkozni. A múlt, a jelen és a jövő. A színpadom. Ki a jelen? Bocskor Gábor. Hát, ja, Buda Marci a jövő? Igen. Jó, akkor én még a jelen vagyok. Bali, a fényező SMS most kell küldeni, amiért fizeti 20 ezeret? Most, abszolút, most, ahogy beszéltük, most küldjétek. Nagyon jó volt a tegnapi előadás, Balázs, élveztük, kár, hogy csak öten voltunk. Gábor, küldek. Ja, Istenem, a rohadékok azonnal rácsapnak, mint a gyöngytyúk. Még a moderátor is írt. Kell ezt. Izgult? Tényleg? Azt így, nem, de nem láttam rajta, aranyos volt. Kedves volt. Dalmának hívták. Nem izgult különösen. Nagyon sok kérdés volt, egyébként baromi sokat kérdeznek, hihetetlen. Mikor jössz? Tessék? Mikor jössz? Ez is szeretném, hogy mikor lesz végül, nagyon kepisülnem kimenni. Nem személyeseket próbálnak kérdezni, minden. Vagy szakmai? Magánélet, inkább. Szakma, rádió, politika, közélet. Jó. De magánéletre nem válaszolsz akkor? Válaszoltam, de ilyenkor igen. Tehát, hogy én szoktam. Ilyenkor válaszolok, az újságoknak sokszor nem válaszolok, mert nem akarom, mit tudom, 100-200 ezer ember. De most ott vagyunk 300-an, 400-an egy előadóteremben, ott nagyon szívesen válaszolok. Elnézést, Timaszúr, ott alszik? Következő kérdés. Volt ilyen. Hány még a 32? Volt ilyen kérdés. A múltkorról voltam, hogy sokkal több magánéleti kérdés volt. Most nagyon szakmáztak. Tehát most minden kéhezetek voltak, és mindent tudni akartak, és mondtam, hogy ne csináljátok ezt, és elvettem a kedvüket. Nem voltam most ilyen kedvem, hogy megmondjam neki, hogy igen, a magyar reformok működnek. Az egyetemeken már Balázs ad neve. Kazi küldte nekünk, köszönjük szépen. De tényleg jó volt. Ettem egy brutál halászlevet, úgyhogy kerek volt. Dani, az is csak megtudom a számot, következő kérdés. Nem, anyám még csomagoltak nekem, és este otthon. Te felforraltam, és akkor még este 10 órakor. A biztos egedért. Nagyon szeretem a mama főztjét, de azért felforraltuk a halászlét. Én nem szoktam ilyet csinálni, de este 10 órakor egy jó halászlé, nem működik jó, egyébként. Az, működik. Itt hajnali 3-ig forgolódtam, üveges tekintettel jajongva, hogy miért kellett ez nekem. Csinálja? Kicsoda? Az édesanyám? De nem, egy étterembe vettük, nem anyám csinálta, anyámat levittem Szegedre. Ja, azt hittem, hogy ő csinálta. Levitted és ott nem csináltam. Hogy anyám Szegeden csomagolt halászlevet? Nem. Azt úgy értettem, mint hogy a mama csinálta volna. Csomagolt az étteremben, de anyám nem szegedi. Ja, csomagolt az étteremben? Igen. Hát elvihetik, ha becsomagolja. Csomagoltatott az étteremben. És azt megkóstoltam. Jóféle kis harcsa halászlé. Azért az csípős volt. Egy karai kenyérrel. De azt is ettél? Ne, én ettem hozzá 10 óra. Egy karai kenyér. Karai kenyér tanácsítottam a tenkívül. Úgyhogy jó. Tényleg jó volt. Na! Volt nekünk egy előrejelzésünk. Most akarunk róla beszélni, vagy... Na, később majd. Később. Jó, akkor most majd később beszélünk erről is. Később majd. Most megmutatjuk, hogy...
hogy mi történt velünk tegnap, mert hogy vendégeink voltak, itt volt Tóth Gabi és Gáspár Laci, és a Starban Sztárról beszélgettünk, mert hogy nagyon sokan szeretik ezt a műsort, népszerű, és hát meghívtuk őket, hogy jöjjenek el, és meséljenek nekünk kicsit, hogy hogy készülnek, mennyit készülnek, szenzációsak voltak. Így van. Laci átváltozott újra Will Smith-szé, úgyhogy nagyon szeretjük. Megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan. És itt vagyunk. Hát ez történt velünk tegnap többek között, ugye, hát Gáspár Laci, mint Will Smith, zseniális. Zseniális volt tényleg. Nagyon, nagyon szerettük. Nagyon, nagyon jól szóltam. Na, hogy állunk játékkal? Hűha, egy-egy. Figyelj, egy-egy, igen. Tegnap én ugye... Hát figyelj, egy 11 éves kinyírtál, hallod, tényleg, lobogtassuk azt az ászlót. Leradíroztam. Ez tegnap volt, tényleg? Aha, tegnap igen. Volt, tegnap detronizáltam. A kislány. Na, megnézzük akkor. Na, mire megyünk a játékosokkal, jó? Drága hallgatók, tessék jelentkezni a játékra, mert ugye ezzel jövünk majd a hírek után. Ha van friss közlekedés, küldjetek azt is, pontosan fél hét van. Jövünk Ákos után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, az M51-esen, az 5-ös csomópontnál Budapest felé lezárták az utat. Andi, köszi, hogy elküldted. Veszprémben Almádi felől nem működnek a lámpák, nagy a köd. Andrew írta nekünk, 31-es főúton Mendénél 3 kilométeres a dugó. Üzeni János, valamint Hegyeshalomnál a határon Ausztria felé NAV kontroll. Szép napot, Békás Pisti küldte nekünk, ez az M1-esen van. Köszönjük szépen. 58-as, 57-es kilométerében az M1-esen folytatódik az útburkolatjavítás. Figyelje, mindenki, belső sávban dolgozunk. Jött ez is SMS-ben. Köszönjük szépen. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk. Szerda van, ez talán a hét legnehezebb napja. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Hello, Laci. Laci, hangosan sziasztok. Egy picit, jó? Jó, oké. Okay. Honnan hívtál minket? Jelenleg úton vagyok, Szolnok felé, de Gyömrői vagyok. Gyömrőről. Szolnok felé, mit csinálsz? Szállító vagyok. Fúj a szél, vagy te fújtatsz bele a telefonba ekkoránkon? Szerintem én. Igen, szerintem. Picsit érzékeny a mikrofon, igen. Vagy nagyon erősen veszed a levegőt. Igen. Kivel szeretnél játszani, Laci? Veled, Balázs. De te játszottam már bizony. A héten. Nem baj. Nem baj. Igen, már egyszer valamikor játszottunk régebben? Hát már nagyon régen, aha. És mi történt akkor? Hát sajnos elvertél. Na, ja, és most eljött a revans ideje. Ezért fújtatsz. Ezért fújtatsz annyira. Érzékenyél benned az a múltkori vereség. Hát, eléggé. Idáig dolgoztál azon, hogy most erőgyűjtsél, hogy újra betelefonálj? Ezt azért nem mondanám. Ha. Tehát nem üvöltöttél föl észak az ágyadon, hogy úristen, játszanunk el még egyet. Na, meglátjuk, jó? Mehetünk? Mehetünk. Tudsz egy kicsit kevésbé fújtatni? Próbálni. Hát próbálok, csak szerintem nagyon érzékeny. Mm-hmm. Nagyon. Ez a taktikája része. Igen, tehát a verebessel beszélnénk olyan körülbelül. Vagy a taktika része. Igen, Jani? Krító van! Na, itt vagyok. Szia, Balázs. Mi lesz a mai programod? Találkozni akarsz velem? Azért kérdezed? Lehet róla szó. Tényleg? Ezt szeretnél velem? Hát, fene se tudja. Tenisz párbajba benne lennék. Játszol tényleg? Szoktam, ritkán. És nézed is? Szoktam nézni, de... De kevésbé nézem. Szoktad nézni, de kevésbé nézed, értem. Csak azért mondom, mert most éppen egyébként pont tenisztorna van. Bázelben. Tenisztorna van? Bázelben? Uh-huh. Hol tartod a telefont egyébként, hogy ennyire hangosan fújtatsz? A fülemnél tartom. A fülednél? Pontosan. Na jó, és mit szállítasz? Mindenféle méretitálút szállítok. Uh-huh. Kisebb-nagyobb sikerrel. Kiesik a fülem. Oh, a gyerekek, na. A becsárját neki.
Hát ha ezt most megadjuk, én fölmondom. Atyaisten! Hát ez kemény volt, leginkább a fújtatás miatt ugye rajtunk füles van, és annyira élesen hallatszik, és annyira hangos, hogy konkrétan olyan, mintha valaki 10 centiről bele szuszogna a füledbe egy ilyen, nem tudom, hajszállítóval. Ez a baj, hogy új telefonom van, és szerintem ez... A játékkal nem ez volt a baj, hogy neked új telefonod van, a játékkal az volt a baj, hogy nem ment. Tehát, hogy lassú volt, egy körülbelül, nem tudom, ilyen 10 másodperces szünetek voltak benne, amiben ezt hallgattuk, hogy azt ezzel töltöttük ki. De mondjátok, ha én rosszul láttam. Na hát a passzivitás azért azt talán nem volt meg. A passzivitás, ja, ahhoz azért több kell. Nem? Hogy látod, Jani? Hát, Laci. Fújj egyet, Jani. Laci, most szerintem ez nincs meg. Nem adjátok meg? Igen, igen, én most vállalom továbbra is a rossz ember szerepét, majd találkoztok köpjétekre, látmányában is, végletlenül se, de figyelj, ha a fújtatást leszámítjuk, akkor nagyon keveset beszéltél, és azért többször voltak olyan elakadások, amik már csak azért voltak szerintem tűrhetőek, meg elnézhetőek, mert Balázs belekérdezgetett. Ez most nem nagyon volt meg. Szerintem ezt te is érzed. Igen, egyébként a hangerő miatt valószínűleg a fújtatás, hogy csumára fel van nyomva a hangerő, és akkor válik ennyire érzékeny a mikrofon, nem? Vagy nincs összefüggés, mert egy kicsit lejjebb halkított, akkor kevésbé érzékeny? Szóval szerintem én most így vitatkozik Balázsral, ez azért nagyon passzív volt ez a játék. Így vagy, Lacikám? Itt, itt, persze. Hát, tényleg ne haragudj, de ez... A fújtatásodban hallom, hogy a fújtatással próbáltad azokat a szüneteket áthidalni, amiatt passzívnak mondjuk a dolgot a Janival. És fura módon ugye Balázs mentett meg többször is, amikor bele-bele kérdezgetett itt a dolgokból. Latikám, hát ahogy értitek, jó. Legközelebb akkor újra, még egy lesz egy harmadik is, akkor nekifutunk. Jó? Jó, oké. Köszi! Ciao, sziasztok! Ciao, hello. Na, ő is Music FM-et hallgat holnaptól. Az biztos, ne haragudj. Hát egyet vesztettünk, de hányan mellettünk még. 5 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek. Trafi az M3-oson Budapest felé, a Görbeházi pihenő előtt. Rékának köszönjük szépen, mi jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, egy kicsi retro. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ezt sose fogom megérteni. Van hélem, Jump. Egyébként azért jó ez a dal, mert a Visszajövőbe című filmnek is ez volt a zenéje. Tehát ez mindenféleképpen... Ez mindenféleképpen pozitívum. Ugye erre, ez benne volt a filmben. Jani. Benne, emlékeim szerint, de én gyűlölöm ezt a számot, tehát, hogy... És mindig lehakította a tévét, amikor ez a rész volt a filmben. Millió egy jó Van Halen nóta van, ez nem azt szerintem. Ez már pop zene. De mégis az egyik leghíresebb. Igen, nem? Igen. Ez jött be nekik valahogy, igen. Soha nem érted. Na, azt mondja, hogy közlekedjünk egy picit, nézzük, mi a helyzet az utakon. Szegeden senki nem próbált veled fekete-fehérigenemet játszani. Kazi kérdezi, azt hittem ez közlekedési, mert egy Szegeddel indult. Kazi nem, senki. Azt mondja, hogy Mendinél járható az út, nincs torlódás. Azt mondtuk, hogy van? Esetleg, vagy említettük? Lehet, hogy nem. Ha mondtuk, akkor felejtsétek el. De rengeteg írták, hogy nem, valaki pedig azt írja, hogy ott mindennapos a dugó. Mindennapos a dugó. Trafi van a 4-esen Debrecen és Hajdú-Szoboszló között. A Szoboszló felé haladókat mérik. Ezt Attis küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán hát jönnek az SMS-ek a játékkal kapcsolatban, csak egy-kettőt emeljünk ki, hogy mi a helyzet. Ilyenre máskor megadtátok a pontot. Annyira kell nektek ez a győzelem? Szánalmas, írja valaki. Felháborító. Ezt elvenni plusz egy 11 évessel. Szánalmas, írja egy másik hallgató. Kinyomlak titeket, gyávák, írja egy másik hallgató. Azt mondta, hogy csalók vagytok, ez nem volt passzív, így könnyű nyerni, csalással. Korda Gyuri megadta volna. Stibi küldte nekünk. Óvatos volt, nem passzív, írja egy másik hallgató. Jó, óvatos. Ilyen hernyót, mint te, Feri, nem igaz. Szerintem nem bírsz veszteni, mint egy kis zsene. Gázok küldte nekünk. Hát... passzívabbra is adhatok már pontot. Már csak így tudtok pontot szerezni? Kérdezi egy hallgató. Szemetek vagy. Egyébként tudunk veszíteni, mert például hétfőn is veszítettünk, és a múlt héten is veszítettünk már. Egyáltalán nem kell megnyernünk ezt a hetet sem, mert hogy már annyit nyertünk ebben az évben, hogy ezt el sem tudom mondani. Ez egy rossz játék volt,
meghallgathatjuk, bár nem szeretnék egy perces szenvedést okozni még egyszer. Nem kíváncsi vagy, most kíváncsi vagy, most próbáljuk objektíven meghallgatni. Most Anna csinált belőle egy clean verziót egyébként, amiben nincsenek benne a szuszogások. Amiben nincsenek a szuszogások, kiveted a szuszogásokat. Ja, hallgassuk meg a játékot? Kíváncsi vagy. Most tényleg legyünk nagyon objektívek, jó? Jó. Muti? Krintú van! Na, itt vagyok. Szia Balázs. Mi lesz a mai programod? Találkozni akarsz velem? Azért kérdezed? Lehet róla szó. Tényleg? Ezt szeretnél velem? Hát, fene se tudja. Tenisz párbajba benne lennék. Játszol tényleg? Szoktam ritkán. Nézed is? Szoktam nézni, de kevésbé nézem. Szoktad nézni, de kevésbé nézed, értem. Csak azért mondom, mert most éppen egyébként pont tenisztorna van. Bázelben. Tenisztorna van? Bázelben. Hol tartod a telefont egyébként, hogy ennyire hangosan fújtatsz? A fülemnél tartom. A fülednél? Pontosan. Na jó, és mit szállítasz? Mindenféle méreditárút szállítok, kisebb-nagyobb sikerrel. Kérdezik a fülem. Na most a kis vágópontok, amiket hallgathatok benne, sajnos egyébként Anna nem úgy csinálta meg, ahogy én kértem, tehát nem a teljes terjedelemen maradt meg, és ott azok a kis lukak nincsenek benne, ahol egyébként fújtatott a hallgató. Jó, most lemértem az... Csak a szuszogás van kivéve. Ja. Lemértem az egyperces játékból, 40 másodperc maradt. 7 másodperc lett rövidebb. Várjátok, hogy most mindenki párhuzamos sikra futtat minden. Igen, de Feri, egy picit tehát, hogy oké, Anna, igen, elkezdtem mondani ezt az Annás történetet, tehát, hogy Anna kivette belőle a szuszakásokat, 7 másodperccel lett rövidebb, mint egy perc. 7-es másodperc. De még akkor azért 50-53 másodperc. Igen. Tehát azért ez nem baj, most 7 másodperc. Én ezt most nem értem. Én miért vagy eltűnt 7 másodperc szuszogás? Mert hogy gyakorlatilag 7 másodperc hasznos anyag, a szuszogás volt belőle. Hát jó, hát most az 53 másodperc azért az még valami. De ott nem történt semmi. Ott se te nem mondtál semmit, se a játékos nem mondott semmit. Igen. És még így is te domináltál. Én azt mondom, hogy most nem akarlak benneteket cserbe hagyni, de abban igazuk van, hogy ennél kevesebbet is adtunk már meg. Tehát ennél kevesebbet is adtunk már meg. Tehát volt olyan, hogy megadtunk egy kicsit kevesebb beszéddel is, vagy volt olyan, hogy valakit jobban megintettünk, aki passzívabb volt, és elvettük tőle, mert passzívabb. Akkor adjuk vissza. Hát engem most... nem érdekel. Egyébként meg nem 7 másodperc volt, mert lemértem, 43 lett ez a szerencsétlen anyag, amiben így is a játékosunk is pihengetett még 20 másodpercet. Gyerekek, hát akkor nem volt passzív. Nincs ebben ennyi. Vigyék de ha mi játszunk így? Akkor mi szarok vagyunk, Jani. Hát kész. A játékos meg jó volt. Hadd vigye. Adjuk. Nem arról vasz, hogy nem mi valami keresztes hát hadjáratot vívünk a Laci ellen. Laci egy nagyon szimpatikus hallgatók. Szerepet szokjátok, én ezzel vagyok ebben minden nap, szokjátok, csak mindig jó zsaruk vagytok, meg mindig a mennybe mentek. Most meg. Dobhatod a százas, mert megjöttem. Szokjátok most kicsit, hogy ezt képviselme minden reggel. Az erős ötét oldalára kicsit fürödjetek benne, vigyetek el a balhét. Egyszer mondjak valami olyasmit, ami nem tetszik a hallgatónak, hogy na jön rögtön a gonosz kis törpe. Tehát, hogy te érted, te bármikor valami pici kis rosszat mondok, akkor rögtön kapom az ívet. Tehát, hogy... És szerintem ezt megadhatok. Király, adjuk meg. Jó, akkor visszahívjam. Ne legyél megalkuva, hát tartsák ki a mellett, amit mondasz, hogy szerintem nem tartok. Nincs benne ennyi. Nekem nincs. Nem merjél ellen mondani, és mondasz, hogy figyelj, is. Add meg, ha akarod. Továbbra is kitartok a mellett. Nem adom meg, és nem adom meg, és nem adom meg. Én már nem adtam meg egyszer, én szóltam, hogy szerintem ne adjuk meg. Most az van, hogy végighallgattuk, mindenki lobogtatja a kis zászlaját amellett, hogy ez jó játék volt. Adjuk meg. Nem, azért nem amellett, hogy ez jó játék volt. Vagy, nem amellett, nem volt. De amikor csak szimpátia ennél... alapon adtunk valakinek csomagot, meg amikor úgy adtuk oda, hogy mindenki tudta, hogy ne, csak azért, mert a játékossal ez volt, az volt, amaz volt, az nem számít. Az belefér. Akkor persze, mert nektek úgyis tele van minden csomagokkal. Most van tétjenek a játéknak, vagy nincs tétjenek a játéknak. Ez pont olyan dolog, mint amikor a hármas ugrásban, hogy lehet, hogy ilyen szemétkérés berakni az elsőket. Mi a szemétkérés? Tudod rá választ, vagy nem tudod rá választ? Ez a kérdés. Neked könnyű, nekem meg nem könnyű, mert próbáljuk te tudod rá válaszolni, meg nem. Kizárni. Próbáljunk objektíven dönteni. Most ne keverjük ebbe bele a hármasugrást, mert ne keverjünk itt bele régi játékokat, meg mit tudom én. 1867-ben mit mondott Deák, meg most érted? Hát most mi történt 1920-ban, meg Veszett Trianon, meg nem érted? Most ez... Hagyatkozunk a mai játékra. Hogy? Hát, jó, ebben igazadban. Most még mi lesz, hogy belekeverik Owen Budget is? Így van. Dobjunk fel pénzt?
Mert hogy ketten vagytok egy ellen. Most én nem tudom megadni, ha ti ketten azt jelentek, hogy passzív volt. Én csak a véleményemet tudom képviselni. Uh-huh. Nem? Igazad van. Ez most egy padhelyzet. Te mit mondasz, Anna? Én azt mondom, hogy ebben nincs demokrácia. Mi hoztunk egy döntést adásba, és én ahhoz tartanám magam. Tehát ez nem az, hogy mit tudja a hallgató, bocsássatok meg az SMS falra. Halljátok ki ott? Mert hogy volt egy érzés otthon. Az élő adásnak. Én megadnám. És hogyha. Nem? Én megadnám. Csönde, eszegessé, lazítsák. Én azt gondolom, hogy utólag megvágni egy anyagot, kivenni a szuszogást és meghallgatjuk egyebek, teljesen más az érzete, mint élőbe. Ha hozunk, mi is emberek vagyunk, van, amikor esetleg hozunk rossz döntést, meg hozunk jó döntést. Elfogadom. Most ez egy ilyen döntés volt, elfogadom. Ezt hozta a Feri meg a Jani, én uh-huh. most csak összefoglalom a történteket, tehát ne kezdjétek el írkálni, hogy te is egy rohadék vagy, mert az igaz, de írkálják nyugodtan. Nem azért, mert rohadék vagy, hanem hát akarnak írkáljanak, hát gyerekek, attól nem lehet most berágni, hogy mit írnak, hát azzal nem foglalkozhatunk mindig, nem? Állandóan, hogy most mit írnak. Na most meg a Viki mondja, hogy hány sokkal rosszabban, mondom, menjen oda a férjem elé, aztán beszélgessetek. Adjuk meg. Jaj, basszus, de te értem. Három gyerekek. Ákos, te. Minden nap én vagyok a mérlegnyelve, minden nap nekem kell valamire az egész eldönteni. Dönts te, Marek! Így van, nem így van. Te egy kompetens személyiségű, te azt is ki tudod mondani, hogy Kaiserslautern. Hallottad a játékot? Úgy gyerekek, hallottam. Nagyon szegény, négy hír között, három sporthír, két izé népszabi. Abszolút a Merkelnél tartok, meg a bevándorlóknál, meg nagyon kell pisülni. Ne. Te vagy most a mérlegnyelve. Tessék. Figyeljetek, én hallgattam ezt a Darth Vader-t. Én mindent elfogadom. Igen? Nem jó a telefonja, maradjunk abban, nem jó, tehát cserélje le a telefonját. Igen? És játszom még egyet valamit. Azt a betyárját, micsoda csavar! Micsoda csavar, amikor már azt hittem döntés lesz, olyat hozott! De olyan akkor a maival mi van? Most adjunk neki, vagy ne adjunk? De mert... hogy adjunk? Hát a mai az borzasztó. Holnap játszon egy újat? Játszon egy újat. Hát kapjon egy új lehetőséget. Holnap, oké, holnap, Laci, holnap ne jelentkezzen senki, na most figyelj. Azt hittem, hogy végre sorra kerülök holnap. Ezerszer küldtem már SMS-t, és egyszer sem játszottam. Beletek, ez a Laci meg már harmadszorra fog játszani, na most ezek jönnek. Tetszik. Ez is miattad van, gonosz kis törte. Én nem az Üllői úton dolgozom. Tehát, hogy ne gyertek. Hát figyelj, így folytatod, akkor te lassan majd a köztársaság téren. És nem azzal a kis Peugeot-val vagyok itt, azzal a kis piros Peugeot-val. Áll a ház előtt. Az nem az én autóm. Van benne egy bőrtáska, ne törjétek. Az Alfa viszont a Feriék. Csak egyet kérek tőletek, ne karcoljátok össze majd hazafelé az 50-es villamos. Az nem az enyém, csak azzal járok. Így van. Az én autóm is csak kölcsönautó. Bár én veletek voltam. Én megadtam volna. Igen, ő megadta volna. És akkor most parancsra fölírhatom a Lacit? Igen, hol a Laci? Problémám volt, amikor fölírtam hallgatót, jó szándékból tettem. Ne hisztizzél már, mi van, megjött? Most? Ne, ő is egy rohadék, így írják a hallgatók. Okay. Ez a legtisztább, ez egy jó döntés. Jó. Ákos, igen, te most józan voltál, jó döntést hoztál, és a mérleg nyelveként egyszerűen meghoztad azt, amit meg kellett hozni. Hátrébb léptél egyel, vettél egy nagy levegőt, így megvizsgáltad a szituációt, így és van. A lehető legjobb döntést hoztál. Aztán mondtál, hogy semmit. Köszönjük, hogy egy klasszikus idézek, még fél nyolc sincs. Így van. Így van. Holnap kap egy új játékot. De ha szuszok, és ha megint Darth Vader lesz, ha megint a bazitai Darth Vader lesz, mint a verebes, akkor lecseréljük a telefonját. Holnap bejelentkezhet adásban, nem szuszokat. Laci, nem lehet holnap. Nem lehet holnap a gyömrői Darth Vader. Kérdés, hogy jó-e Lacinak a játék? Kölcsöntelefon. Kérdezzük jó, meg. Jó, megkérdezem. Egyébként ott nekem a kis stúdióban nem hallatszott a most szuszogás. Tudod, mi lesz egy ilyen először. Neked szuszogás szűrőd van. Neked van szuszogás szűrőd. Én nem hallottam. Különben nem is tettem volna a Lacit adásba. Bocs, ez van. Egyébként meg az Ákosról annyit, most már kiment, mondhatom el. Nyaller! Mindenkit hátba szúr azon. Ha zugevő, ezt szeretem. Következő van, nem tudta tovább kire rátolni. Ennyi. Ezért hozta meg ezt a döntést. De nem rossz döntést hozott. Nem rossz döntést hozott. Ez, ja, még ez egy objektív döntés, a holnap. Jó, hogy adunk neki még egy lehetőséget. Jó, mert téged már így is boldoggá fognak avatni. Jó van, na, hát én ritkán vagyok józsarú ebben az adásban, én úgy élvezem ezt a pillanatot, azért a legtöbbször aljas vagyok. Meg a legtöbbször én mondok olyan dolgot, amire mindenkinek kinyílik a bicska a zsebében, úgyhogy én kicsit vagy. Élvezem. Kicsit élvezem a jó szerepét, nem, jó, azért néha kell nekem is jónak lenni. Kell, ne utáljátok ezt a pillanatot, ne akarjátok elvenni tőlem, hogy most egy kicsit engem szeretnek, hát azért legtöbbször benneteket szeretnek és engem utálnak.
Ezt most élvezem, én megadtam volna. Semmi, csak tegnap megnéztem azt a listát, amivel a százas dobálást indítottuk, hogy több paragrafus van mindenkinek. Ez az egyik, amiért neked dobnod kell. Hogy mindenki engem utál, és én vagyok neked a másik. Nekem a jaj gyerekekért van. Ez a másik, ez a másik. Ez van a listán. Behozhatom. Mi a jaj gyerekek mellett nekem azért kell dobnom, mert engem mindenki utál. Azért nem létezik. Keresd ki, mert állandóan azzal emeled magad piedesztára, hogy mekkora öniróniád van, és hogy mennyire bevallott. Én vagyok a szemét. Ide lőjetek, persze. Na jó, és ez lenne a másik, amiért nem dobnom kell. Akkor majd ezresse jövök. Hármunk közül te építed a legjobban a saját szobrodat. Na figyeljetek, most sokszor vagyok tényleg rossz. Az van, hogy akkor Lacival beszéljük meg. Most az fog következni, hogy srácok, az van, hogy én csak 8:38-kor érnék rá egy 3 percre, nektek az jó. Persze, Laci! Persze! Borítjuk az adás mellett. Ked? Nem? Hív föl, kérdeznek, hogy holnap jó neki. Legyen jó. Intézz úgy, hogy legyen jó. Jó lesz. Áruszállítással foglalkozik, ő talpon van. Jó lesz neki. Hát annyi, hogy még egy szuszogós adást bedobunk, semmi probléma. Jó, hogy nem ma csináljuk újra a játékot. Sziasztok, ez itt a Laci Show, Balázzsal, Ferivel és Janival. Nem baj. Első hallgató. Nem kell mindig egyetérteni, gyerekek, dögunalmas műsor lenne, mindig mindenben egyetérteni, meg itt neked van igazad, neked van igazad, megőrüljék az unalomtól. Holnaptól már várom azokat az SMS-eket, amikor azt mondja, hogy persze a Lacinak lehetett harmadszor, Lacinak neked meg miért ne? De 20 év médiázás után hozzá kéne szoknotok, hogy nem tudsz mindig jót csinálni, nem azzal kell foglalkozni, hogy mindig jót csinálni. Nem akartunk jót csinálni. Érzetünk szerint döntsünk, és ne azzal foglalkozunk, hogy utána mit írnak. Ezt írd nem? Laci, persze játszhatod harmadszor, én meg nem. Heltekrek. Zsiráfeltető, törpe, nagyfejű. Szöke. Janika. Hát igen. Na jó. Ez a világ legusztusabb döntése. Írja egy hallgat. Mocskos Ágos. Trianon ehhez képest egy könnyed brainstorming volt. Yes. Írja nekünk valaki. Bali, te mindig köcsög vagy. Pedig most te vagy a jó, ez nem. Mindenki egy rohadék, írja egy másik hallgató. Különben nincs rajtatok sáp, különben az is magas, úgyhogy ezért fogtok kapni. Laci vagyok, ne hívjatok, mert már a Music FM-et hallgatom. Hogy milyen rendes, ez az István Dani. Érde nekünk egy hallgató. Azt mondja, hogy cseréljetek le a füleseteket. Írja nekünk egy másik hallgató. Holnap én akartam Ferit elpopsizni, 3 ére vágok a visszavágóra, elmegyek Strasbourgba. Macika küldte. Ezt bebuktad, Macika. Getra a kis törpe, de igaza van. Getra a kis törpe, de igaza van. Igazad vagy, Jalinde, dögölj meg! Ez nem volt egy jó játékok. Ne vitatkozzatok, mind rohadékok vagytok, írja egy más. Hát ennek vagyunk mi kitéve minden reggel. Ennek vagyunk mi kitéve. Passzív volt, nem érdemel még egy lehetőséget, Bali. Ne veszekedjetek, kérem a csomagot. Ezt jól megcsináltad, Feri. Tessék! Nem így kellett volna játszani. Én nem hallottam a játékot, de nem adnám meg. Írja egy harmadik hallgató. Hát ez az. Ákos a király, igaza van, imádjuk Ákost. Puding vagy Balázs, Feri a fasz a gyerek, bocsánat. Szemetek vagytok, ami jár, az jár. Szemét, Feri, szemetek vagytok. Hívjátok fel, és ha tud javítani, akkor oké. Mindannyian rohadjatok meg. Írja egy hallgató, smiley nélkül. Gyerekek, minek veszekedni, ha verekedni is lehet? Na, hát tulajdonképpen ennyire nehéz jót tenni, ugye? Nem tudsz. Erről beszéltem egyébként tegnap is, hogy a rádiózás egy ilyen műfajban. Mondasz valamit, és mindenki azt mondja, hogy igazad van, Feri, és de jó vagy, és én úgy szeretlek, és mindenről megölelnélek. Holnap ugyanaz az ember, ugyanazzal a hanggal mond valami más, és aki tegnap meg akarta ölelni, az azt mondja, hogy rohadjál meg, dögöljél meg, és dögöljön meg mindenki, akit ismersz. Mert valami olyat mondasz, és ezt a hallgatót holnap újra visszanyered azzal, hogy megint mondasz valami. Ezért a játék a rádiózás. Őt visszanyerjük, de mindenki mást el fogunk veszíteni, mert Laci megnyeri majd játékot, erre majd jönnek a na, puhák vagytok. Ezért tart ez az országot, ahol tart, mert ilyen semmi geri. Emberek, ilyen fantomgerincű emberek vannak pozícióban. Így van. Tehát valaki konkrétan egy ilyen játékban egyébként belelátja a nagy magyar valóságot, a politikát, a közéletet, a gerincünket, a közbeszerzést, és mindent. Tehát egy ilyen játék leképződése a mai magyar társadalomnak tulajdonképpen. És mi azért egy ilyen szelep is vagyunk, szóval rajtunk az SMS falon keresztül aztán bármit ki lehet élni. Az SMS-ekből ilyenkor látszik, hogy van, aki smiley jellel küldi, de van, aki még holnap is ezen a játékon fog bosszankodni. Mi van, Jani, nem dugtál éjjel? Egyébként nem! Hát igen. Írj egy másik hallgató. Lemaradtam. Kit kell szívni? Jelen esetben bárkit, mindenki kap. Igen.
ebből nem jövünk ki, oké, tehát a holnap mondjuk kimondja. Mi nem akkor, jövünk akkor, ki, akkor, jól jön ki. Ne, ebből hát nem. Holnap bármi lesz, akkor bármi van, akkor mi korrektek voltunk. Ha holnap kimondja, akkor indisponáltá vált a nyomástól, amit mi tettünk rá. Így van, ez lesz. Ha pedig megnyeri, persze, nekem mikor van második lehetőségem? Nekem ha meg elveszti, hát én nem ismerek rá gondolni, mi lesz, ha elveszti. Ennyi pénzért, amennyiért ti ültök ott, nem tudom mennyire, de biztos rohadt sok. Ezért akár még szerethetnétek is hallgatókat. Rohadjatok meg! Köcsögök! Igen, és annyira ráküldte a nagyon durvát. Volt egy nem kimondva szerintem. Tehát ő még azon gondolkozik, hogy vajon volt-e igen, nem a játék, vagy kicsit ezen túl, mert... Ő már a mélyebb rétegek másott le. Totális forradalom, jó. Teljes háború, volt egy nem szerintem, hallgassátok vissza, üdv Sanyi. Küldte nekünk ezt. Ezért hallgatom a Neót, az már nincs is. De azt is írtátok ki! Igen, rohadjatok meg! Igen, visszabogált az internet, tehettek róla. Igen. Léci! Itt van ő, aki elment. Itt van ő, aki elment. Lemaradtam, kit kell színi, ezt már mondtam. Rovatotnak írja egy hallgató. Oké, rendben, de ki fingott? Kérdezik. Egészen magas röptű SMS-ek jönnek. Na jó! Na, de végre bejött az első mocskos komcsik. Végre! Na, végre itt van. Na jó, van, hazaért. Végre. Mi adhatok 312 az euró? Axel! Jó, csináljunk egy ilyet, tessék. Most mindenki leírhatja. Igen. Azt a dolgot, ami miatt haragszik ránk, például erre gondolok, hogy miattunk 312 az euró. Na, ma reggel, ha már ez egy ilyen reggel, akkor mi 8 óráig stresszt levezetünk. Ha megcsalt a feleséged, ha nem aludt a gyereked, ha fölment a benzinára, ha nem fizetted be az ebédpénzt, ha kiukadt a nadrágod reggel, ha szögbe ültél, ha rákóba a buszon, írd meg nekünk, és vezess le rajtunk a feszültséget. 8 óráig. Most erre mindenki lehetőséget. Mi vagyunk az országgép. Mi leszünk most már abszolút pofozógép 8 óráig. Írjátok meg, hogy miattad 312 az euró, hogy miattad vesztette be a telefonomat, hogy miattad csak mindent. Öntsétek ki a lelketeket, a terápiás elege. Legyetek kemények, küldjetek el nekünk, de csak akkor, ha kemények vagytok. Jó? Ha most már úgyis pofozó... Persze, érted. Így leszünk a csulafátok. Igen. Ez a menekült válság. Sehol nincs ez képest. Csulafa. Egyetek vetést. Így. Ez a legjobb eddig. Ezzel tudok azonos. Egyetek vetést. Tehát, jó, hát nekem ez egyszer mondjuk, érted, vegaként. Egyetek vetést. Na, drága hallgatók, tessék, 8 óráig. Mindenki egy mondatban, ami igazán bántja. Csak keményen! Csak keményen! Gyurvászatok, sarrat! Amit csak akartok, írjátok. Igen, nem tudom, miről van szó, de ne adjátok meg, bunkó parasztok! Gyerekek, rajtunk lehet. Egészen nyugodtan 8 óráig. Könnyítsetek kicsit a lelketeken. Egy reggeli műsornak terápiás célt is kell szolgálni egyébként, tényleg. Ha már elindult, és ha már mi lettünk a pofozógép, vagy mik vagyunk? Csulafa. Tessék, csulafa. Írjátok meg 8 óráig. Ami most úgy bennetek van, hogy a főnök nem adott fizetésemelést, hogy már nincs kerületekbe menni dolgozni, mert ott lesz a kollégátok, hogy az egész napot nem bírjátok, mert pont szerda van a hét legnehezebb napja. Jó? Igen. Balázs, megnyugtatlak, akkor is te vagy a legnagyobb köcsög. A törpe és a mamlasz, kapja meg! Törpe és a mamlasz. Jó. Van még? A törpe és a mamlasz, kapja be. Én meg köcsög vagyok. Na hát ez van. Így írjátok meg nyugodtan. Ez ikár volt apád cuccát megkaparni a nyári konyaf messzes faláról. Atya Isten. Amit akartam. Mi van, Jani, drága volt a pulcskocka tegnap? Várjál, mi volt tegnap? Nem tudjuk, mi volt. Kedd volt. Ja, Istenem. 8-tól ZH-t írok matekból szemétládák miattatok. Ezt most jól elintéztétek. Nem lesz diplomám miattatok. Nyíri egy hallgató. Miattatok nem veszek iPhone 6-est. Erre gondolok. Öntsétek ki a lelketeket, jó? Mi az, amire dühösek vagytok ma reggel? Mi az, amiről mi tehetünk? Írjátok meg nekünk nyugodtan. 8-ig nem haragszunk meg senkire, jó? 8 után szent a béke. 7:30 pontosan 1 perccel. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 3:48 lesz, 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Jani, azt hiszed, egy jó zenével el van intézve minden? Kérdezi egy hallgató. Köszönjük szépen, ugye arról beszélgettünk, egészen korán indítottuk ezt a megszólalást, még 7 óra után már, mint a témát, hogy mennyire tényleg nem könnyű igazságot tenni, és kicsit ironikusan, kicsit viccesen megpróbáltuk körülbelül 20 percben ábrázolni nektek azt, hogy mi történik velünk,
nagyjából minden reggel, tényleg. Tehát mi történik, amikor mondunk valami olyat, amivel egy hallgató nem ért egyet, mi történik olyan, amikor mondunk valami olyat, amivel egy hallgató egyetért, a másik nem, és hogy mennyire tényleg billeg ide-oda ezek is libikóka, hogy az egyik nap bejössz, ezt mondod, szeretnek, és a vállukra vesznek, a másik nap bejössz, mondasz valamit, és a fél ország konkrétan tényleg meg akar ölni. Majd ugyanezen emberek holnap megint nagyon szeretnek, ha valami olyat mondasz. Ezt próbáltuk egy ilyen kis rádiójátékban hát eljátszani nektek tulajdonképpen, hogy mennyire nehéz. Idézőesen nehéz, persze, ez egy hálás szerep, de ugyanakkor tényleg nem könnyű. Az ember mond, és azonnal ezrek reflektálnak rá, és jönnek az SMS-ek, és hát nem mindig abban a hangnemben és abban a stílusban, amit az ember talán megszokott, vagy szeretne kapni, vagy jól esik, ha kap, és mondjuk kritizálják, de abban a hangnemben. Na, ezt eljátszottuk nektek, és aztán továbbítjuk a dolgot, írtuk, vagy kértük, hogy mondjátok meg nekünk, hogy ha rossz a reggeletek, mert hogy nagyon sok embernek indulhat rosszul a reggele, írjátok meg, hogy miért, és nyugodtan kenjétek ránk, ha már ennyit kaptunk, mert hogy nem adtuk oda egy játékosnak ugye az ajándékcsomagot. Laci nem is sejtette, hogy reggel, amikor felkelt, akkor ő még nem volt egy Husz János, egy mozgalom mártírja, igen, az elégedetlen hallgatóknak a példaképe. Egy Robespierre. Egy szimbólum. Hogy azt kértük tőletek, hogy írjátok meg nekünk, hogy miért rossz a reggeletek, de úgy, hogy nyugodtan ránk kenitek, tényleg. Ha már rosszul indul, akkor már ugye olyan jól esik néha tényleg egy kóborbacskába is belerúgni idézőjelesen, amikor nem tudod, hogy mi bajod van. Nem érted igazából, hogy olyan jól indulhatna minden, de mégis rossz kedved van, balábbal keltél, és akkor vagy beérsz a munkahelyedre, ott kötsz bele, okay, valakibe, vagy a családodon csattan az ostor, és az első, akivel összefutsz a lakásban, valamiért beleköltsz, hogy miért úgy mossa a fogát, vagy miért ott öltözik, vagy nem tudom. Mindenkinek van ilyen napja. Na, ezt most mi szerettük volna levenni a vállalatokról, és kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy miért, hogy miről tehetünk mi tulajdonképpen. Így van. Vannak egészen szórakoztató lesünk esemesek. A kóbormacskátok, tényleg rúgjatok belénk bármiért. Abszolút. Igen. Elment a busz. Nem elég még. Igen. Abszolút, tényleg, ezzel nincs baj. Nekem nincs semmi bajom. Arról is ti tehettek, rohadjatok meg. Így valaki. Az anyósom nálunk tölti a hétvégét. Szemetek. Hát, két nap, három nap az igen. Mocskos banda, nincs meleg víz. Birkás nagypapa küldte nekünk. Na, azt tönkre tud tenni egy reggelt. Igen. Tönkretettétek az életünket ma is. Rohadjatok meg. Lali és Vokci. Ja, most látom az aláírást. Igen. Azt mondja, hogy azt hiszitek, egy kis AC/DC-vel le tudjátok kenyerezni a népet? Hát nem. Kaptuk SMS-ben, csak jelzem, ilyen típusú SMS-ek legritkábban vannak aláírva. Tehát ez egyre senki nem veri. Senki nem veri aláírni. Nem baj, a számotokat látjuk. Ma már fent lesz egy meleg oldalon. Ha nem veszem föl, hív bátran. Ugye? Éjszaka vagyok leginkább. Éjszaka nyitott vagyok. Éjszaka repkedek vagyok, mint egy kis denevér. Hív bátran. Ha kinyomlak, ne add föl. Szemérves vagyok, vedd ki hívást. Bizonyám, nincs jobb, mint amikor az ember telefonszám egy meleg társkereső landol, és aztán hívogatják. Azt mondja, hogy menjetek a fenébe, miattatok vidám, minden reggelen pedig többször is próbáljátok elrontani. Dorka küldte nekünk. Aztán, na most pontosan nem tudom, miért ezt, igen, ezt olvastam. Azt mondja, hogy a ti hibátok az, hogy a csajom pont olyan, mint a kocsim. Nincs kocsim. Nem haragudj. Köszönjük szépen. A szemét főnököm tegnap este szólt, hogy hajnalban indulok Pestre dolgozni, hogy vigye el a fene. Pluszva még vele is utazom. És idegesítően röhög rajtatok. Erről is citehetek. Levi küldte nekünk. Megbénult már az SMS falatok? Szemetek. Azt mondja, hogy mindent megbocsátok a kis genyónak. AC/DC. Miattatok büntettek meg a BKV-n, mert az előbb annyit rögtem rajtatok, hogy elfelejtettem megvenni a bérletem. Thunder küldte nekünk. Miattatok áll az Egér út, a Kőérbereki úttól, a Fehérvári felé, MB, üzente nekünk. Miattatok nincs Charlie a majomnak saját rádióműsora. Gizmoizó. Azt mondja, hogy miattatok mentem neki egy álló rendőrautónak biciklivel, úgy nevettem, hogy bekönnyeztem, majd a rend urai is rajtam nevettek, puszi, zsú. Miattatok akar elhagyni a férjem, minden reggel hallgatlak, ez idő alatt nem hívhat telefonon, csak ha nagyon nagy a gond. Már féltékeny. Azt mondja, hogy titeket hallgatva nem figyeltem, mennyi reggelit csinálok magamnak. Köszi a 20 kiló pluszt. Rohadékok. Jött SMS-ben. Miattatok nem jutottunk ki az EB-re. Hát ez azért meg nem mondjuk. Egyébként azért sok mindenért elviszik a balhét, ezért nem mi vagyunk a felelősek. Igen. Nem hittünk bennük rendesen, azért. Tegnap este kikaptam FIFA-ban, nem szégyelitek magatokat? Írja egy hallgató. Miattatok lett bárányhimlős mindkét gyermekem reggelre. Hú, na az kemény. Elviszük a balhét, de az kemény. Reméljük, hogy be volt ellene oltva, mert akkor csak gyorsan átmegy rajta. Ha nem, akkor az egy hét vízketés, igen. Miattatok drágult a kőbányai a kocsmában. Ott is tiszoltok, ti tettek róla. Miattatok szakított velem Laci, mert tőlem kapta a szuszogós telefont. Andi küldte nekünk. A feleségem, nincs oda. A feleségem János és Ferenc miatt hagyott el. Azóta született kicsünk,
Balázsnak hívják. Ki a hibás? Kérdezi egy hallgató. Ausztriában kutyakakit kell lapátolnom, szerintem erről ti tehettek, senki más. Köszönjük szépen. Az M5-ösön ti csináljátok ezt a rohadt nagy ködöt? Most igen. Már ki van a tök. Há, ki más? Igen. Tutira miattatok lett drágább a dollár, amit azért fizetek, mert Amerikából rendelek cuccokat. Miattatok nem süt még a nap Győrben, de jogos, passzív volt a csávó. Puszi, Viki. Miattatok nem lesz többi válogatott, Torgelle Sanyi. Ez tényleg így van? Mi szeretjük, gyerekek, hát mi Torgelle mellett voltunk nem hiszem, végig, nem? Csak végre valakinek leesett a tantusz, hogy... Hajtós, a Torgelle hajtós, ő fut. Igen. Nem mindig a labda után, de ez a fut. Igen, Sanyi nagyon sokat fut. Igen. Ti tettek a dugóról, mert dugó van most is a tízesen, minden reggel. Segítsetek. Az asszonynal nem lehet beszélni hétköznap tízig, ha fel is veszi a telefont, így szól bele, morning show. Erről is ti tettek, stampó küldte nekünk. Azt miattatok ma mindenkit szétbírságolok, a NAV-nál dolgozom. Jaj, ne, na az nem szeret. Nekó küldte nekünk. Nem haladok miattatok, mert írom ezt a hülye SMS, Csoki úr üzente. Azt mondja, hogy Jani, miattad járok vért adni, a fene vigyen el, félek a tűtől, de elmegyek. Tamás küldte nekünk. Miattatok rossz a magyar foci, mert mindig fikázzátok. Hát! És frusztráljuk a srácokat. Miattatok rákkeltő a szalonna. Na, ezt kikérem magam. Erről holnap beszélünk majd néhány mondatot. Gáborom, miattatok nem vicces Istenes Bence. Na, ez nem volt szép. Az öcsémet ne bántsátok. De van elég baja. Komolyan mondom, de ilyen terhet kell vinnie, ne bántsátok, nem? Persze nincs semmi gond, és csak azért nem tűnik viccesnek, mert hogy másodszor hallottátok, mert először már halljátok a poénjait Balástól. Rájöttem, mi van. A kis törpe a szarkeverő. Hát ki más? Így van. Amikor ugye az ember nem számít. Miattatok ment el Dárdai Pali a kispadról? Hát, szóval van itt gond azért, van itt gond. Bizony, miattatok hisztem 15 kilót, miattatok aludtam keveset, rohadjon meg az összes befőttet, Balázs. A norvégok is miattat fognak nyerni. Így van, menjenek vissza, kukácok a ház. Igen, hál' Isten leszámoltunk róla. Na jó, oké, terápiás jelleggel 1 óra. Ez most csak azt a célt szolgálta, hogy kicsit könnyebb legyen akkor nektek. Jó? És elvisszük amit, a balét mindenért. De amit most bevállaltunk, az miénk lesz 8 után is? Hogy érted? Nem értem. Hát nem. Azt kérted, ugye, hogy írják meg, hogy mi van miattunk. Azt vállaljuk továbbra is, hogy csak 8-ig vállaltunk. 8-ig vállaltunk, most már elég volt. Most már azért kaptunk, elég volt. Játszunk Óven bácsival, Beru nénivel. Játszunk! Itt van már is a hallgatónk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Na, itt vagyunk. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Kati! Szia! Szerintem nyertél, Kati! Aha, jó voltál! Gratulálunk! Kati, honnan hívtál minket? Sümegről. Sümeg, az szép. Én voltam ott egyszer egy wellness szállóban. Ott a vár aljában. Igen, igen. Voltam ott 4-szer egy várban. Csak 4-szer, azt hittem, hogy legalább 10-szer jártál Sümegen. Augusztusban, levelő napban. Télben, télvíz idején, olvadó hóban, mindig. Jani, mindig menj. Ott vagyok. Mit csinálsz Sümegen, Kati? Hát egy üzemben dolgozom, műanyag összeszerelő üzemben. Miket szereltek? Hát ilyen autóalkatrészeket. Autóalkatrészeket, aha. Jól van, egyedül játszol, Kati, vagy hát ha ilyen nagy üzemben vagy, akkor lehet, hogy van segítséged, nem? Az egész csarnok, igen. Na, tényleg? Az egész csarnok minket hallgat, de aranyosak vagytok. Hányan vagytok? Hát körülbelül 60-an. Wow. Együtt mindenki most ott van? Együtt mindenki, igen. Tudnak kiabálni, integetni, tapsolni, puszit küldeni, bármi? Igen, kiabálni, tapsolni, puszit küldeni, mindent. Egyik csak egy halk nevetés volt. Ettől azért még nem vettünk a falnak. Na jó van. Figyelj, Kati, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó, rendben. Ütik a bogyó. Vízilabban. Tollas. Ilyetlen. Csak faütővel játszek. Na figyelj, ez egy nagyon-nagyon rossz film. Bűnrossz, de tényleg, tehát mindenkit meg kéne büntetni, aki ebben részt vett. Mutatjuk, jó? Figyelj! Oké. Okay. Még egyszer. Mutatjuk. Persze. Azaz. Megvan, megvan. De könyvbe szerettem. Nagyon meg. Végtelen történet. Igen, Végtelen. Na, most már kiabálnak.
Istenem, de jó. Fúj, de utálom ezt a számot, le is keverem gyorsan. Most láttam valamelyik nap egyébként ilyen kis képösszeállítást olyan egykori gyerekszínészekről, akik aztán eltűntek és nem lettek színészek, és Atreyu is. Igen. Előkerült, akiből egyébként tetováló művész lett. Te jó Isten. Nem színész. Figyelj, te láttad ezt a filmet? Igen. Ez szörnyű, de szerintem azért szörnyű, mert ha valaki olvasta a könyvet, akkor ahhoz képest a film a szörnyű lett. Ugye Átráskó volt a könyvben egyébként, és Atreyu lett, minden megváltozott. Szörnyű, nem tudom. Jogdíj, vagy mi? De akinek ilyen 8-10 éves gyereke van, vagy 12 éves, az tényleg vegye elő ezt a könyvet, és minden nap 20 oldalt olvasson el a gyerekének, mert az egyik legzseniálisabb gyerekkönyv. A Végtelen történet az a címe. Egy Barnabás nevű fiú elcsen egy könyvet egy antikváriumból, beül az iskolának a szertárjába, magára zárja az ajtót, elkezdi olvasni a könyvet, és egyszer csak azt vesz észre, hogy belekerül a könyvbe, és ő is szereplője lesz. Nagyon szép. A könyv nagyon jó, de nagyon a filmet jó. Csak akkor nézzétek meg, hogyha még nem láttatok meleg kaukázusi pásztort repülni. Olvastad, Kati, véletlenül ezt a könyvet? Olvasni nem olvastam. Nem olvastad, van gyereked? Igen. Hány éves? 10. Na, figyelj, a lehető legjobb korban van. Vedd meg ezt a könyvet, jó? És rendben. Végtelen történet, komolyan minden nap 20 oldal. Imádni fogja, könyvben zseniális. És olyan álomvilágot építesz magadnak a könyvből. Zseniális, ahogy elképzeld, nekem azért volt csalódás a film, mert ahogy olvasod a könyvet, annyira bekap, annyira elhúz a könyv, hogy az agyadba látod az egészet, és utána megnézed a filmet, hát ez nem is így nézett. Az egyik legjobb gyerekkönyv, amit 8-10-12 éveseknek lehet olvasni, imádni fogják, szenzációs, szenzációs könyv. Kati, megvan az ajándékcsomag, ügyesek vagytok, küldjük nektek, jó? Köszönjük szépen! Puszi! Jó munkát puszi, nektek! Sziasztok! Ciao! Hello! 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 4 perc pontosan 8 óra jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden morning hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk, jó idő lesz egész héten, marad a napsütés, reggel egyre hidegebb lesz majd az idő, 0 fok, talán már-már talajmenti vagyok, és lesznek egy-két szerencsésebb helyen 1-2 fok plusz, de ami a napsütést illeti marad, hétvégén is jó idő, szikrázó napsütés. Mennyire jó lesz közben? Hát ez a 10-12-14 maximum. Na mester, akkor most vajszín. Na. Tévigumi. Még nincs fönt. Na de, ha reggel mész, már 7 fokban szerintem mész. Érdemes feltenni. Napközben meg 14. Én szerintem október végén, november elején bőven belefér. Az, hogy napközben már 14 van, az nem eszi meg annyira a télit, mint a 30 lenne, viszont reggel már 0 fokban indulsz, keményebb a nyári gumi, eljött az idő. Eljött az idő, de hát téli gumi feltevésben, érted, nincs pontosabb, mint a, tehát a János, érted, a gólyák mutatják, hogy mikor van vége a nyárnak, és egy hormonális változás után elindulnak Afrika felé, a fecskékkel együtt, a téli gumit a János után kell feltenni. Mit mond mester? Tartósan 7 fok alatt kell lenni a hőmérsékletnek, tehát ahhoz, hogy indokolt legyen, de akik bisztire hajtanak, azok felrakhatják, de egyébként a hivatalos az így szól. Tartósan 7 fok alatt, így van, de én például ma 2-ben indultam, hogy nyári gumit van, és az egészen más szerkezetű, egészen más állagú, bele tudsz futni van be olyan a 10 perccel az elindulás után, amikor a téli gumi már lehet, hogy jobban megfogna. Úgyhogy szerintem érdemes. Szerintem ez érdemes már tartósan 7 fok alatt. Mi hajnalán nem szoktuk használni az autót, csak napközben, akkor még nem, tehát hogy én azért várok, nem azért vettük, hogy kopjon. Hát, mondjuk ez marhára igaz. Na de hát nem akkor, de ez a kopást se értem, mert ha átteszed a téli gumit, akkor pihenteted a nyárit. Tehát valamelyik gumid mindenképpen kopik, ha van egy nyári szeted és van egy téli szeted, ha előbb teszed föl a télit, nem 30 fokban, hanem mondjuk 10 fokon, amikor már azért nem kopik és használtod, akkor viszont spórolsz a nyárival. Jó, de a téling lehet, drágább volt. Tessék? A téling drágább volt. Ja, mindig elfelejtem az érveidet. Okay. Tehát akkor viszont megkíméled a nyárit, és lehet, hogy még egy plusz fél szezont hagysz neki, ha nem decemberig járatod a nyári gumit, hanem mondjuk október végén. De nálunk is már szóba kell pont a hétvégén. Én most már szerintem érdemes. Na, nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon, mit írnak a hallgatóink. Trafi van Gyomaendrőd Ber területén, ezt Hari küldte nekünk, köszönjük szépen. M1-e 140-es kilométer a felüljáróról mérnek, azt nem tudni melyik irány, mert csak a kamera van kitéve, ezt Otto írta nekünk. 10. kerület Vaspály utcában a hotelnél szintén trafi van, üzeni Ádám.
Aztán az Erzsébet vasoron végig áll a sor, kit érdekel, buszon vagytok, buszon vagyok, és hasítunk. István, köszönjük szépen, István, megszoktuk már, hogy vicces közlekedési SMS-eket küld nekünk. Azt mondja, hogy jó járható az M0-ás déli szakasza, az M5-től az M6-osig egészen, Krisz üzente nekünk. Aztán ott van a Csornán, ott van Csornán a trafi, szokásos ugye Fehér Szeádból mérik a Sopron felé tartókat. Ezt Petya küldte nekünk, köszönjük szépen. Nézem még, hogy mi a helyzet. M6-os 54-es kilométerénél van egy trafipax Pécs irányában, úgyhogy ott is vigyázzatok. Dabasi kijárónál az M5-ösön szintén mérnek, valamint elesett az M5-ös bevezető. Egyelőre azt nem látjuk, hogy miért. De lehet, hogy megvan. Aki tud, kerüljön Soroksár felé az M51-ről. Tegnap még rá lehetett hajtani, és most semmilyen tábla nem jelzi előre a korlátozást. Ami kiírja, azután kerülni már nem lehet. Tehát az M5-ösre nem lehet ráhajtani az M51-ről. Nagykörös felé lehet menni Budapestre. Ezt Mogyi küldte nekünk, köszönjük szépen. Mendénél járható az út, nincs torlódás, és a 4-esen van egy trafi Debrecen és Hajdú-Szoboszló között, a Szoboszló felé haladókat mérik. Ezt At is küldte nekünk. Tegnap megint teszteltem a vazét. Hát az valami elképesztő. Waze, Waze, Waze. Vazézzunk, legyünk mi vazé. Én vazén, aki van nagyon magyar. Hihetetlenül jó. Tegnap már odáig jutottam, hogy jelöltem én is. Tehát önkéntes rendőr lettem, János, eszembe jutottál, mert ugye a Vaze fölajánlja, hogy ha megnyomod a kis kerek kis ikont, akkor azonnal be tud jelölni, hogy útszűkület, építkezés, magára hagyott kamion, baleset, trafi. Mikről adtál hírt, mesél? Mindent jelentettem. Mindent jelentettem. Már Szegedre tart. Elküldtem a kis jelentéseimet, és minden volt. Regisztráltál? Van neved? Tudhatjuk, hogy merre jársz? Azt nem tudom. Nem regisztráltam, nem látsz engem sehol. Ha. Tehát nem látod, hogy ott megyek most. Nincs ilyen. Csak hogy szeretem a nagyon programot. Nagyon működőképes. Egyébként a visszatérő egy picit az időjárásra, mi egy pár héttel ezelőtt prognosztizáltuk mit már akkor? A hőmérsékletet. Elviekben Anna be is készítette azt a megszólalást, tehát hogy egészen pontosan meg tudjuk hallgatni, hogy mi volt az, amit mi erre a napra prognosztizáltunk. Ja, mert arról beszéltünk, hogy honnan tudnánk mi két héttel korábban, hogy milyen idő lesz, ugye? Mert azt mondtad, hogy te már tudod, hogy két hét múlva milyen idő lesz, és mondtam, hogy nem létezik, hogy azt tud, mert hogy a meteorológusok is tényleg most szerda van, mondjuk megmondják, hogy milyen idő lesz vasárnap. De azt, hogy milyen idő lesz két és fél hét múlva, azt nem tudják megmondani. Fogokról is beszéltünk? Igen, én be is írtam a telefonomba a mai dátumhoz, egy kis megjegyzést tettem, Jani mondott valamit, nem tudom, hogy jó-e mondani. Most kiderül, hogy melyikünknek lett másodállás az időképnél. Ne meghallgatjuk, ezt mondtad, figyelj. Mert mákod volt. Írt föl, hogy két hét múlva milyen időt mondtak, és aznap megnézzük, hogy mi lett belőle. Jó? Írt föl a legtávolabbi, legbátrabb jóslást. Mit láttál? 28-át, 16 fokot. 28-16? Írt föl, Zsuzsa. Ebből. Írt föl. 28-16. 28-a, 16 fok. Jó. 28, 2.16. Nem. 28-a, 16 fok. Azt mondom, 28. Jó, megint. Csak megnézzük kíváncsiságból, hogy mit mond. De akkor ez bejött tulajdonképpen. 16 fok, és mennyi van ma? Ez bejött. Lesz. Srácok. De ezt miből jósoltad akkor, emlékszel? Ki az Ajner Szilárd? Séróból öcsön. Éreztem, hogy így fog. Séróból. Alakult. Na, jól van, hát akkor ez is bejött. Na, azt írja valaki, hogy kell regisztrálni, annélkül nem engedi a jelentést. Nem baj, én kell, elküldtem. Hát ez engem nem zavart. A baszira visszatérő. Én mindig jelentettem, ha az nem ér oda, nem ér oda. A jelentéshez kell a regisztrálni, de ahhoz, hogy használd és megnézd a többieknek a jelentést, ahhoz nem. Na jó, de akkor tök fölöslegesen küldte a jelentést, ha egyszer sem ment el. Mindig visszajött, hogy a jelentést nincs elküldve, de én mindig elküldtem a következőt. Engem ilyenek nem zökkentenek ki, hogy nincs elküldve a jelentést. Láttátok, hogy az egyik iskolában milyen szellemesen próbálták megoldani, hogy a diákok évszámokat tanuljanak és rögzüljenek a fontos magyar és külföldi évszámok? Egy hete terjed már a Facebookon, csak egy mondatot akarok róla beszélni, nincs benne több. De hogy kitalálta a suli, hogy a lépcsőre, amin a diákok rohangálnak, egyébként baromi jó az ötlet, felírták a fontosabb évszámokat úgy, hogy ez mindenki által olvasható legyen, tehát a lépcső ugye lefele eső részére ráragasztották a tatárjárást, Mária Teréziát, a honfoglalást, és ahogy lépkedsz egyre jobban fölfelé, ugye úgy halad Árpád ház kihalása,
úgy haladsz előre az évszámokban, és ugye mivel ezt naponta többször megteszed, így automatikusan rögzül a dolog. Szenzációs az ötlet. És láthatod, hogy miket tanulsz, hogy mi az, amit még nem tanultál, hol tartasz most, és mi mikor történt. Szerinted olvassák a gyerekek? Én szerintem igen. Szerintem elsőre megnézed. Ez egy sárti iskola egyébként, szenzációs az ötlet. Csak hogy milyen humorosan, milyen jó érzékkel próbálják a diákokat tanítani. Megnézed, de lehet, hogy meg se kell nézed, annyit látod, hogy egyszerűen rögzül. Igen. És a lépcsőkre tették úgy ki, hogy kékkel szépen felirogatták. Meg jól néz ki. Foglalás, Szent István tatárjárás, Árpádház kiállás, Nándorfehérvári diadal. Ami nem jelent túl sokat, hogy tudod az évszámokat, de legalább tudod, hogy mikor történt, hol történt, nagyjából azt is lehet, hogy tudod, hogy mi volt az, vagy mit jelent, hogy az Árpádház kihalása, és így próbálják a diákokat tanítani. Ez egy nagyon jó ötlet. És a Bél lépcsőházban a szorzótábla van? Ott a magyar uralkodók vannak, így, tehát hogy mit, Ferenc József, IV. Károly, első Viktor, így egymás után. Igen, egészen friss dátummal. Na, egy érdekes dologgal folytatjuk, mert hogy szerintünk ez is sok embert érinthet. Itt nagyon sokan írjátok nekünk, amit tegnap vagy tegnap előtt látott napvilágot, de nem véletlenül nem beszélünk róla hosszabban. Holnap érkezik a mi Gáborunk, és megkérdezzük majd, bár erről már nagyon sokat beszélt, és nem akarjuk kihúzni a gyufát, de ugye most a napokban megjelent a WHO jelentése, hogy a vörös hús és a disznó és a kolbász is tényleg mindenki legyen vegetáriánus, és mindannyian meghalunk rákban. Wow, mondta ezt a WHO. Nyilván azért nem beszélünk róla hosszabban, meg nem foglalkozunk a cikkel, mert hogy holnap Gábor erre kitér, tudjuk, mit fog mondani, hogy alapjában nem a hússal van a baj, hanem a húshoz hozzáadott, a feldolgozások alapján hozzáadott kémiai anyagokkal, de erre holnap visszatérünk és megkérdezzük azt, hogy azért erről mondjon három mondatot. Azért hogy... ő most egy rakétát föllőtt, nem? Egy kis tűzijáték volt ott. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, igen. Ez az. Hogy... Na, a levegőbe csapott. Hogy holnap kaján vigyorral érkezik a szájam. Na, egy érdekes hírt hozott le, illetve pontosabban egy esetet hozott le a Sun, méghozzá egy videót, és ezt most megpróbálom átadni, baromi nehéz, de nem is maga a videó a lényeg, hanem amit kiváltott az emberekből, és hogy szerintünk sokaknak lehet ilyen pillanata, ami beégett a retinájába, mert hogy a videó arról szól, hogy egy temetőben látunk egy túlsúlyos nőt, és a túlsúlyos nő nem akar más csinálni, mint fölállni a földről. Nem szól arról a videó, hogy hogy került egyébként a földre. Nem derül ki. Tehát nem esett lehajolt, virágot, kapát, nem tudunk semmit, nem csak tudjuk, ott mit csinál, csak felborult, mint egy bogár, és próbál felállni, de nem, és azért mondom, a bogár hasonlatot senki ne vegye magára, mert tudod, amikor vannak bizonyos bogarak, mint megfordítasz, és nem tudnak vissza evickélni ugye a hasukra, hogy tudjanak menni, csak folyamatosan rúgkapálnak, bogár táncolnak. Na, ennek a nőnek próbáltak segíteni a temetőben a hozzátartozók, és azt mondták, hogy először segíteni próbáltak, de a jelenet annyira vicces volt, hogy ott hagyták, és inkább felvették. Elkezdték kamerázni. Ahelyett, hogy segítettek volna. Jó, tehát mama, maradjál, nagyon jó, amit csinálsz, próbálj meg fölállni, mi viszont felvesszük, mert meg akarjuk mutatni a rokonoknak. Lehet, hogy segített volna, ha többen odalépnek, de akkor nem tudtak volna felvételt készíteni. Igen. A nő az rettenetesen sokat dolgozik azon, hogy felálljon. Folyamatosan próbál, felteszünk majd a Facebookra, hogy meg tudjátok nézni, folyamatosan próbál felállni, belekapaszkodik az egyik sírba, belekapaszkodik a másik sírba, megint felborul. Az egész rettenetesen bizarr egyébként. De a jelenetben tényleg az nagyon érdekes, hogy miért nem mennek oda és segítik föl, miért inkább videózzák. Szórakoztatónak végig. Mert tudták, hogy a videó sokkal több lájkot kap majd. Így. Igen. Kiderült aztán, vagy látszik a videó, hogy a bámészkodók is elindulnak felé, hogy megpróbálják felsegíteni szegény asszonyt a földről, de aztán ők is inkább a videózás mellett. Ők is inkább a videózás mellett döntenek. Legyen meg másik szögből is, mi? Tehát döbbenetes a dolog. És hallod a videóban a kacajt, hallod, ahogy az a szegény sorsú nőt egyébként folyamatosan kinevetik, és hosszú-hosszú szenvedés után hát feláll. Egyedül megoldja végül is? Megoldja végül is, kicsit segítenek neki, oda mennek hozzá, és akkor szépen fel tud állni, igen. Hívja a hozzátartozóit segítségül, hogy valaki segítsen neki. Tehát maga a szituáció, vagy elsősorban a helyszín miatt egy picit ilyen morbidnak tűnhet, de azért valljuk őszintén, ezek azok a pillanatok, meg ezek azok a videók, meg ezek azok az emlékek, amiket aztán később sírva röhögve mesélnek a családi vacsorákon egymásnak. Hogyne, persze, hát ez megmarad. Ez megmarad. Nem tudom, hogy ha hasonló rokonom lenne, hasonló szituációban videóznám, vagy inkább felsegíteném. Nem biztos, hogy egyből a videózás jut eszedbe, nem? Hát pánikba esel, odalépsz, próbálsz neki segíteni, tehát nem az a megoldás, hogy mama maradjon, nagyon jó.
Motiváló. Gyorsan indítsd el a telefont, és vegyük fel. Szerintem motiváló videó készült, azért tették fel a netre is, mert ugye túlsúlyos a hölgy, és hogy ezzel próbálják meg arra biztatni, hogy fogjon le. Nem? Hogy ez egy Sobertoni kampány arra? Lehet, hogy ilyen fölteszik, és akkor megmutatják mamának, hogy nézd meg, milyen voltál, fogy le egy százast. Tehát nem ez a legjobb nem módszer, azért, én is azt gondolom, de hát ha. Nem tehát, azért, hogy kaján vigyóra nézegessék, majd egymás után 20-szor is ölgéljenek rajta, természetesen segítenek. A nő az körülbelül egyébként 160 kiló. 160 kiló. Kilóg már a ruhája a pulóverből. Rettenetesen bizarr, mert a sírok között érdel egyébként, és a fél térdén ő támaszkodik. Tehát nincs teljesen hason már a végén, meg nincs teljesen háton, tehát támaszkodik, de nem sikerül fölállnia, hát 150 kiló, azért nem egyszerűen állsz föl. Van egy pillanat egyébként, amikor így figyelj, föltartja a kezét, hogy ne gyertek, én ezt egyedül megcsinálom. Én, igen. Ugye? Ne gyertek. A következő pillanat, amikor újra háton fekszik, és integet, igen, ott láthatjátok most már, ti is, hát 150-180 kiló biztos, hogy van. A nadrágjából kilóg a feneke, szegénynek. Itt majdnem kerpezben próbál felállni, tehát olyan, mint egy szeszélyes évszakok, és hasra vágódik. És hasra vágódik. Na jó, hát. És négyen, öten állják körbe, és senki nem segít neki. Senki nem megy oda. Közben pedig néha mutatják, ugye ez szegény megboldogultat is, egy fekete sírral, az évszámot látod rajta, tehát mindent. És lassan levetkőzik. Most rátámaszkodik a sírra. És hát ez valami. Ez a pillanat. És megvan. És megvan. Ő föláll, fölhúzza a nadrágját, olyan hasa van, és akkora darab, hogy ez ami elképesztő. És ő is röhög egyébként. És röhög, persze. És azon gondolkoztunk, hogy talán mindenkinek van olyan pillanat, vagy volt olyan pillanat az életében, amikor is látott egy olyan dolgot, vagy átélt egy olyan dolgot, ami úgy ég bele a retinádba, és úgy ég bele az agyadba, hogy ha bármikor eszedbe jut, ha bármikor bevillan, vagy rossz kedved van, vagy nem tudsz aludni, vagy fekszel az ágyad, és becsukod a szemed, akkor emlékszel arra a bizonyos pillanatra, hogy mi történt, hogy történt, ki nyitotta ki az ajtót, mit láttál, kire nyitottál rá, hol voltál, ahol nem kellett volna, és mi olyat láttál, amit azóta sem tudsz elfelejteni. Mindenkinek van ilyen, nem? Bizony. Vagy jó, vagy rossz egyébként, nekem jó van. Vagy jó, vagy rossz, igen. Hát ez lehet akár rossz is. Ami tényleg annyira amire azt mondod, amit te mondtál, hogy rányitottál, és ott és becsuktad, és azt mondod, hogy úristen, ezt nem akarom elhinni. Ez rossz is lehet gyerekkorból is akár, nem? Ja, nekem jó volt. Neked jó volt? Nekem illetve anyámnak nem volt jó, nekem jó volt, lakodalomban voltunk, én voltam kb. 8 éves, és én ültem. De már akkor vőfékettél? Micsoda. Akkor meglátták már benned szúrtam, a tehetséget. Én szúrtam a disznót is. Nem, majd hiszem, vőfékedést továbbra sem vállalok. Még egyszer mondom. Na mindegy, és ott ültünk anyámmal, anyám ült mellettem, és fölállt valakinek segíteni az asztalra, tenni a nem tudom, a tálat, a levesestát, vagy akármit letette, és én láttam, hogy ő a lábával szegény próbálja eltolni a széket maga mögül. És én tök rendes gyerek akartam lenni. Nem, már fölállt, hogy betegye, elvegyen egy tálat, azt letette, de láttam, hogy a szék nyomja a lábát, és én tök rendesen kihúztam mögül le a széket, de el is húztam oldalra. Szereti volna segíteni neki. Igen, a mama meg leült. Leültetted egy 150 fős lakodalomban csak annyit látta, hogy a két gyönyörű topánkája így föl az ég felé, és mindenki. És neki ciki volt, de mindannyian nevettünk egy jót, aztán persze szegény ő is, de hogy ez nekem annyira ilyen beégő sztori, hogy utána sokáig, hosszú éveken keresztül, mikor anyám szigorút próbált játszani, akkor mindig ezt vettük elő, hogy emlékszem, mama, amikor a büdös bogárként fetrengtél a lagziban a hátadon, de hogy ez nekünk például ez jó élmény. És a mai napig is látom ugyanazt a képet, emlékszem a ruhájára, emlékszem a képet. És minden, az a durva, hogy egyébként tényleg minden megmarad. Minden. Tehát minden megmarad, mindenre emlékszel, és valahogy olyan tisztán és élesen van meg az adott pillanat, hogy valamiért tényleg igaz lehet az a mondás, hogy beleég a retinádba, mert nem, valóban nem tudod elfelejteni. Tehát valóban mindenre emlékszel. És nem is... Tényleg nem, bárhány mennyi év telik el, nem, egyszer emlékszel rá. Ugye? Hogy mi történt, hogy hol voltál, hogy kivel voltál. Én is emlékszem ilyenre, nem tudom, mi lett a vége, állítólag magához tért. Én nekem rossz a dolog, Kressz vizsgán voltam, 18 évesen a Fényes Adolf utcai, nem tudom én iskolában, és jöttem föl a lépcsőn. És azt láttam, hogy a zebrán jön át valaki, akit úgy ütöttek el, de voltam 18 éves, hogy háromszor fordult meg a levegőben.
És ez 20 évvel ezelőtt történt. És tudom, hogy hol néztem, tudom, hogy honnan jöttem föl, tudom, hogy balra néztem, és emlékszem mindenre. Tehát a csattanásra, ahogy repült, ahogy forgott a levegőben, és pont arra néztem oda, amikor ő a levegőben volt. És nem tudott kitörölni. Tehát, hogy bármikor járok abban az utcába, szoktam ott kerülni, ugye a Lajos utcán, ha dugó van, akkor eszembe jut, hogy én itt végeztem el azt az iskolát, itt léptem ki abból az autós iskolába, ami talán a mai napig itt van, itt néztem balra, hallottam a csattanást, és láttam a levegőben, ahogy szegény hármat pörögve zuhal le úgy a földre, hogy körbeállták, oda rohantak, felsegítették, mentőt hívtak, mentünk vissza, mert éppen vizsgáztunk. De sose fogom elfelejteni. Ha arra mész, mindig arra megyek, mindig beugrik. Hogy ezt konkrétan láttam. Érdekes, hogy az agy hogy tárolja ezt el. Békés Csabai vasútállomás, mondom nektek, 94. Felsegítettek? Nem segítettek föl. Ott például, nem, ott például jött ki egy, az nekem meg ez a kép égedbe, jött ki egy a WC-ről egy férfi, és szegény, hát valamit elkövetett, valami hibát a szetnél, de fölhúzta a nadrágot, és kilógott egy méternyi WC papír. Még nem tudom, hogy hogy csinálta. Jaj, a fenekéből? Hát gyakorlatilag a nadrág fogta meg, de szerencsére nem volt olyan. Tehát tiszta volt a WC papír, tehát nem is értettem, hogy. És senki nem mert szólni, és ő megy végig, és megvan a reggeli fény. Mint a király besült, mögött a palástja. Pontosan, és senki nem mert neki szólni, és megy végig a vasútállomás. Hogy úgy valamit tegyük rendbe. És az meg a cikisége miatt emlékezetes, hogy nem mersz szólni neki. De húzza, látod a beérkező napsugarakat a nagy ablakon, a gyönyörű Békéssabai vasútállomáson, és látod, hogy az egyméteres WC papír így megy a csávó után. Szörnyű volt, szörnyű. Igen, mindenkinek van ilyen pillanat, ez lehet akár jó pillanat is, amit valahogy tényleg soha nem felejtesz el. Neked van hasonló? Há, persze. Nekem számtalan most egy baleset, ez gyorsan, nekem is volt egy kevésbé szörnyű baleset, mint ami neked beégett. Ezt soha nem felejtem el, egy ilyen nyári napon történt, valamikor 80-as évek elején, otthon természetesen Lőrinc Cityben, éppen keroztam az utcákon, egy egyedül nem voltak éppen arrafelé a haverok, csak mentem kis vízre. Annyira látlak kis magam előtt, kis bringával, kicsit boldog voltam, tudod, fügyiréztem, tök jó idő volt minden, és a béketér mögött van egy kis utca, és akkor bekanyarodott a kis ézével, kis kemping kerékpárjával, amit éppen akkor sárgára festettem, mert mindig átfestettem minden évben, nagyon menőnek éreztem ezt a dolgot, de nem volt az természetesen. És előttem láttam, hogy halad egy ilyen nagyon kicsi fura autó. Nem is Polszki volt, valamilyen nagyon fura ilyen kis jármű, nem tudom, hogy mi volt, még talán azt is megkockáztatom, hogy valamilyen hikumat jellegű ilyen történet volt. Sehol senki, csak ez az egyetlen autó az utcába. Egyszer csak azt látom, hogy tesz egy ilyen kormánymozdulatot, tehát egy ilyen fura kormánymozdulat, és az autó így és felborult. És az oldalára borult, ezért én még ilyet nem lehet. Mint ha valaki alányult volna, és felborította volna az autót. De mi volt valami kis... Én nem tudom, hogy mit, annyira instabil volt az autó. Ez picit olyan, mint hogyha, amikor vájuk vannak az úton, és akkor megdobja a kis autót. De itt nem volt semmi. Ment az autó előttem, én magát kerozok mögöttem nagy boldogan, és egyszer csak felborul az autó. Oda én teljesen ilyen halára váltan, oda tekertem mellé, és így látom, hogy egy nő mászik ki, nem a vezető oldal, hanem ugye a másik oldalon, tehát fönt, gyakorlatilag. Mászott ki a kocsiból, és én így kérdeztem tőle, hogy elnézést. Elnézést, segíthetek? És soha nem felejtem el, mert a nő azt mondta, nem, köszönöm, karatézok. Köszönöm, karatézok. Nyilván ezzel azt akartam, hogy jó fizikai állapotban, hogy neki meg se kotja napod a háromszor felborul az autóba. Érted? És akkor, hát mondom, akkor jó. És tovább keróztam. Azt hittem azt, hogy nem köszönöm, mindig így parkolok le. Mert az meg egy nagy ez nálam a művelet. Tekedj tovább, kis fel akartam domni ezt az unalmas nyári délutánt itt Lőrincen egy jó kis műporulással. Mindig így parkolok, ne aggódj, kicsi srác, jól vagyok. Na. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy nektek mi volt ez a pillanat. Ez lehet jó pillanat is nyilván, lehet rossz is, mert hogy azért azok is be tudnak égni, amire 20-30 évvel később is tisztán emlékeztek, tudjátok, hogy mit láttatok, tudjátok, hogy hol voltatok, szinte azt is, hogy milyen ruhában, és tényleg úgy ég bele az ember retinájába, hogy minden apró kicsi részletre emlékszik, az illatokra, a hangokra, a színekre, és hát azóta sem tudjátok elfelejteni. Jó, küldjetek el nekünk, SMS számunk 0670-645-0000, jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
3:49 lesz pontosan. 4 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és azon pillanatokról beszélünk, amikor is az ember valami olyat látott, hallott, tapasztalt, vagy élt át, amit azóta sem tud elfelejteni. És tényleg, kortól teljesen függetlenül, mindegy, hogy 20 éve, 10 éve, 15 éve, vagy 30 éve történt, tisztán emlékszel a pillanatra, mintha csak tegnap élted volna át. Ezen pillanatokat keressük hallgatóink által veletek együtt. Mert hogy mindenkinek van ilyen, jó vagy rossz, ugye, hát ez emberre válogatja, de vagy van jó, vagy van rossz pillanatod, valami be kellett, hogy égjen a retinádba, tudsz mondani legalább 3-at, amire tisztán emlékszel, és bármikor fel tudod idézni, vagy valamiről eszedbe jut, vagy a családtagodról, vagy egy nagymamáról, nagypapáról, hogy valami olyat tett, mondott. És leginkább ezek egyébként gyermekkorra vezethetőek vissza. Ugye érdekes, hogy szerintem a legtöbb ember gyermekkori emléket jegyzett így meg. Vagy az ember tudata, vagy agya. Én nem is tudom pontosan, hogy mi ezeket hol tároljuk. Minden esetre érdekes, hogy tényleg mindenkinek van ilyen. Na, itt van egy hallgatónk, Szandra. Hello, Szandra, jó reggelt. Ciao. Hello, jó reggelt. Hello, na veled mi történt? Hát így halottak napján igazából a nagymamámmal kimentünk a Farkasréti temetőbe. És nagymamámnak szokása volt, hogy mindig olvasgatta a sírköveket, és egyszer csak olyan röhögő görcsöt kapott, hogy így sikítozva röhögött, és mondta közben, hogy úristen, szegény fonnyat, Lajos, hát te már tényleg fonnyat vagy. És nagynak az volt a szórakozás, hogy olvasgatta a sírköveket, a neveket? Igen. Amíg elértetek, gondolom, azon sírokhoz, amit gondozni akartatok, vagy rendbe tenni. Igazából csak annyi, hogy milyen vicces nevek vannak, talált egyet. És megtalálta Fonnyat Lajost. Igen, Fonnyat Lajos megtalálta, és aztán akkor elkat röhögött az után, évek után is, még utána mindig nézegettem, hogy na, vajon még itt van a Fonnyat Lajos, úgyhogy... De ott volt, gondolom. Nem ment sehova. És emlékszel erre, hogy ugye gyerekként ez egyszerre vicces, egyszerre kellemetlen, nem? Igen, sajnos ez nagyon kellemetlen volt, mert hát halottak napján sok ember volt a temetőben természetesen, úgyhogy csak reménykedtünk benne, hogy szegény Fonnyat Lajosnak a családja nincs ott, mert az úgy kellemetlenebb lett volna, de szerencsére mindenki nevetett ott körülött. Nagyon jó arc. Igen. Egyébként, hogy ő ezen ennyire jól szorokozik. Tudom, és ezek olyan pillanatok, hogy az ember áll gyerekként, nem tudja hova tenni, zavarban van, jaj, hogy most kilát, jaj, mit szólnak a többiek, de közben tényleg látod, hogy az egyik rokodod nagyon jól szórakozik. És nem tud ezt hova tenni. Persze. Emlékszem. Hát ez annyira beleégett az agyamba, hogy azóta akár helyszor elsétálok, én is röhögő görcsöt kapok sajnos. Úgy. Igen? Te is olvasod a neveket? Igen. Olvasod a neveket, és eszedbe jut nagymamán. Köszi, hogy elmondtad. Csáó, vigyázz magadnak, puci Szandra. Hello. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, mert nagyon sok ilyen történet van. Azt mondja, hogy én a párom arcát nem felejtem el soha, amikor rányított a szüleimre. Kegyetlen arca volt, azóta is sírok a röhögéstől, ha eszembe jut. Anita írta nekünk, tehát az ő pasija nyitott rá Anita szüleire. Azért az is egy érdekes pillanat lehetett. 32 éve papámmal a konyhában borsot fejtünk, kint óriási vihar volt. Én 8 éves voltam, és remegve féltem a vihartól. Papám csak annyit mondott, hogy ne aggódjak, ha becsap a villám valakibe, annak úgyis annyi. Viharban mindig ez a kép ugrik be. Milyen jó nyugtatottam, papa, mi? Nagypapa tudta, hogy... Is annyi. Fejtsd a borsót, élet. Lányom, ha beléd csap, drága gyermekem, kisunokám, ha beléd csap, véged van. Úgy életük. Kezdeni álljon, ne a száj. Ha beléd csap, úgyis annyi. Brigáztam a sóderbányában 3-mal, gondoltam, tekerek egy tempósat, kiállok a nyerekből, tekerek 3-at, borzalmas zakó, mintha megfogták volna az első kerekemet. Nézem a kereket, 3 küllő görbe. De hogy mitől? Nem volt ott semmi. Ez a 3 küllő éget be írta nekünk egy hallgató. Osztálytársammal mentünk suliba, sose felejtem el az aluljáróból felfelé jövet, az utolsó lépcsőfokon megakadt a lába, hátán a táska előre bukott, de nem esett el, hanem elkezdett előre felé rohanni, nyakában a táskával, és kb. 20 méter sprint után bukott óra. Azóta is rötyögök a eszemét, ez tényleg, amikor megbotlasz és rohansz előre. Próbálod elkerülni. De nyomorult vagy. És tudod, hogy nem tudod megfogni a lendületet, előbb-utóbb zakó. Igen, de van benned egy ösztön, ami azt mondja, hogy meg kell úszom az esést, és inkább rohansz előre. Próbálod a testsúlyodat megtalálni, meg az egyensúlyodat. Aj, ez egy jó pillanat, igen. Középiskolás koromban sétáltunk vissza a Koleszba, útközben elmentünk az egyik gimi előtt, ahonnan özöllöttek ki a csajok. Éreztem korábban, hogy valami a fejemre esett, de éppen olvadt a hó, ezért víznek hittem.
A kollégium derült ki, hogy egy diónyi méretű madárka, aki volt, örökre bevésődött. 20 évvel ezelőtt egy szilveszteri buliban voltunk, hangulat a tetőfokára hágott, éjfélkor egy táncosnő jött, aki erotikus táncot lejtett. Kiválasztott egy fiút, aki anyaszülte mesztelenre vetköztetett, a srác teljes átéléssel vonaglott, majd hátat fordított a kb. 150 fős csapatnak. Ekkor vettük észre, hogy egy brutál hosszú WC papír lóg a fenekéből. Remekült szórakoztunk, sose felejtem el, Timi küldte nekünk. Minden szentek estén a temetőben apánk sírjánál anyukánk, aki már akkor is 70 felett járt, belelógatta a műanyag krizantémot a már égő mécses lángjába, majd a lángoló csokrot élénk csapkodással próbálta meg eloltani ott a temetőben. Sosem felejtjük el a pillanatot. Anyukám elég beszédes nő, mikor először mutattam be neki a férjemet ebéd közben, a semmiből egyszer csak azt kérdezte a férjemtől, neked gyerekként volt már fitma szűkülete? Az milyen? Az első ebédnél, vagy vacsorán. Most is nevetek, ha erre a szituációra gondolok, 10 éve történt. Na. 10 éve történt, és emlékszem, élénken emlékszem. Ez a szimpátia jelen. Én a mamát bírom. Uh-huh. Hogy ízlik a húsleves? Nagyon finom. És volt már fitma szűkülete? Ugye? Egy kis sót még. Így van. A besamel mártás. Hogy ízlik? A grismarint azért megvárjátok, nem? Na jó. Csomagoljak? A mágia rakásból? Ez jó. Az ilyen családi ebédek, azok nagyon jók. Ajajajajajaj. Ezt nem értem. Ezt nem tudom megolvasni. Azt mondja, hogy 2004-ben voltunk egy birkózó versenyen Szlovéniában, este a szálláshelyünkön közlekedtünk fel le unalunkba, mikor kinyitottam az ajtót, az egyik srác teljesen mesztelenül terpezben állt előttem. Ez megmaradt mind a mai napig. Anna Mari birkózó verseny 2004-ben. Nem? Az is kemény. Sose tudjuk elfelejteni a nővéremmel, hogy nagyapánk ebéd után mindig lefeküdt újságot olvasni. Jobb térd fel, herekilóg. Egyébként tényleg az ilyen családi képek is, amik bejének. Jobb tért fel, herek, kilók, brutális recsentések. A mama pedig mindig félig mondta, na de papa, az megvan tényleg. Hogy nagyszüleink úgy tudták hordani a rövid nadrágot, hogy alatta valójában nem volt semmi. És nekem is van ilyen gyerekkori emlékem, hogy így lenézel a lába közé, elnézel, megint lenézel, és nem hiszed el, amit ott látsz. De ott az kényelmes. És azért nézel el, hogy hát, ha mire visszanézel, nem lesz ott. De visszanézel, és ott van. És gyermekként nem tudod, hogy mi van ott, csak tudod, hogy szörnyű. Ugye? Megvan ez a pillanat? Hát hogy lenne meg? Hát ezek a... soha nem felejtem, mert apám lent a pincében egyszer, volt egy rohadt nagy satupodunk, irgalmatlan nagy satúval, egyengette a kapának az élét, és így tartotta, és ilyen akkurátus, jó nagy ütésekkel, amikor tényleg egy bikát lehetett taglozni, én meg ott álltam mellett, és a szakma mester fogásait próbáltam meg így ellesni, néztem, és apám egy pillanatra elmélázott, és akkorát rávert a hüvelyk ujjára, hogy így álltam, és tudod, így a levegő benne is benszakadt, és apám csak elmordozolt egy és ütötte tovább az élét. A kapának soha nem felejtem el, estére fekete volt, mint egy ilyen fagyási sérült a Monteverestre. Hát a gyerekedőt nem lehet érteni. Ja, hát igen, tartotta magát. Hát azért érted. Kedves oktatómnak tanulókoromban a legkedvesebb kötöző eszköze a gumipók volt. Egy alkalommal úgy szájon vágta magát, hogy kifordult a szája. Megmaradt örökre, és a hozzátartozó káromkodás is. Érte nekünk Kristóf, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy én nagymamám arcára emlékszem, amikor felvilágosítottam, hogy a reklám újságban az edények között nem egy borotvát, hanem valami egészen mást reklámozta. Ugye? 14 évesen bujócskáztunk, az előszoba szekrénybe elbújtam, és rám dőltek apám műlábai. Mi van? Jézus! Hát azért! Én kérek elnézést. Hogy írta nekünk, hogy ez az a pillanat, ami véget, hogy bebújt ugye az előszoba szekrénybe, és rádőltek apja műlábai. Laukonként tapadtak rám, ugye hát Laukon szoborcsoportok mindenki ismeri. Laukonként tapadtak rám. Atyus nagyon. Isten. Villamosra szállt fel a mama járókerettel, egy lány felpattant, segíthetek? Gyorsan elvetett tőle a járókeretet, a mama rettenetesen nagyot borult. Jó indulat. A túlvezérelt, segítség azért, az is. Segíthetek? Már itt is vagyok. A kis dobos, ahol csak segít. Engedje csak el, itt vagyok. Már segítek is. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Szia, Csilla vagyok. Hello, Csilla. Honnan hívtál minket, Csilla? Gödöllő. Na, neked mi volt az a pillanat, ami beégett? Hát 15 éve történt körülbelül, szaros marhánkat tartottunk, és húztam ki a tárgyával teli palicskát, és az ajtó mellett volt az emésztőnknek a nyílása, és megcsúszott a lábam, és belástam az emésztőbe, és két oldalt tudtam kapaszkodni az emésztőnek a szélén,
de a poén az volt, hogy a trágya az összes rám borult. Atya is, tehát beestél az emésztőbe, és a talicskának a tartalma az rád esett. Igen, igen. És a férjem nem tudott kihúzni, mert annyira rölgött, hogy... Hát jó fej! Hát jogos valahol. Kinézetem fantasztikus volt, és hát tulajdonképpen ez volt a poén, és 15 éve ez minden családi esemény így előkerül. És ott sikítoztál bent, röhögtél? Vagy nem, röhögtem, és kiabáltam, hogy húzzál ki, mert nem bírom, és a lábam meg térdikben volt a trutyiba. Tudom, és van az a pont, amikor annyira röhögsz, hogy elgyengül a lábad, ugye, és gondolom férjed is, annyira röhög, hogy nem tud segíteni, persze. Ez fantasztikus volt. És utána mondták, hogy vegyek lottót, totót, mert ugye hát magyarul szarba lépte a szerencsét, tehát én mindent tettem, de semmi szerencsém nem volt. Igen, és hogy milyen élénken emlékszik erre az ember, tényleg milyen érdekes, nagyon, nem? Nagyon. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra. Köszi, sziasztok. Hello. Na, azt mondja, hogy van még egy hallgatónk. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello, Brigi. Sziasztok. Igen. Hello, Brigi, mi történt? Hát Fót és Budapest között volánbuszon utaztunk, és jött egy nagy kanyar, ugye szokás szerint csak állóhelyek voltak, és hát nekem a nagy kanyarba sikerült megkapaszkodnom, de a barátnőmnek a keze ügyébe éppen csak egy bácsinak a iszonyatosan nagy füle esett, és hát szegényként csak abba tudott megkapaszkodni. És hát mivel egy nagyobb kanyarba voltunk, ezért ugye hát hosszasan kellett abba a fülbe kapaszkodni, és hát örökre a retinámba égett a bácsinak az arca, ahogy ül, és szegénykém rezignáltan viseli, hogy a fülébe kapaszkodik a barátja. A bácsi ült, a barátja fogta a fülébe, mert nem akart elengedni, ne essen el, nem? Hát igen. Ugye, tehát elengedett, hanyat vágódsz. Így van. És a bácsi teljesen aranyosan egy mélán ott várt, tépték a fülét, és ott üldögélt? Igen, mintha mi se történt volna, hát nyilván a feje egy picit mozdult a fülével együtt, tehát úgy dőlt ő is a kanyarral együtt. Milyen arca volt arra, emlékszel, hogy vajon így mi futhatott át a bácsi agyán, vagy hát, hogy nézett ki? Én nem tudom komolyan, hogy mit gondolhatott, mert mondom teljesen, mint hogyha mi se történt volna az arca, ugyanúgy ült tovább, csak hát így mozdult a feje a fülével együtt, de így semmi nem történt az arcán. Édesem. Nagyon aranyos volt, igen. És aztán megakadályozta az esést? Tehát végül nem esett el? Nem esett el, abszolút. Tehát biztonságos volt a füle nagyon. Az egyébként tényleg van ilyen, hogy kanyarodik a buszra, amiben tudsz hirtelen megkapaszkodsz, hát amit ott érsz, igen. Igen. Hát hozzá az volt a legközelebb buszra. Anya, hogy a bácsinak azóta 10 centivel hosszabb az egyik füle. Kicsit így félreáll a nyaka, tudod, beállt a hatos csigolyája. Köszi, hogy elmondtad, puszi. Köszi, sziasztok. Hello. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon, nagyon jók jöttek egyébként tényleg. Mutatjuk a hármasugrással a beugrót, jó, hogy mivel tudtok beszállni, mi a feladvány, ezt kell kitalálni, figyelje mindenki. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na figyeljetek, mutatjuk. Jó sűrű. Uh-huh. Jó, az utolsó. Az utolsó rettenetesen nehéz. Igen? Hogy megírja valaki. Az első eset, annyira koncentráltam az első kettőre. Mutatjuk még egyszer. Mi az utolsó? Neked megvan? Megvan, be fog ugrani neved, hát a full 80-as évek. Na, drága hallgatók, küldjetek el nekünk, jó? Ha szeretnétek hármasugrást játszani, 9:30 környékén, hogy mit hallottunk. Előadó, dalcím, bármi jó nekünk. A lényeg, hogy kettő darab jó megfejtést küldjetek. Jó, 5 perc van, pontosan 9 óra, itt vagyunk, Ákos, hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel. Kis Gáspár Laci, gyerekek. Egy kis Gáspár Laci. Ez már az ő dala. Ez már az ő dala. Ezt már senki nem veszi. Senki nem veszi el tőle, így van. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Azt nézem, hogy mint egy kicsit ma reggel kevesebb lenne a baleset. Ez jó Istennek, hír. Ez mindenképpen jó hír. Azt nem mondom, hogy nyugi van, mert nagyon sok a trafi, és azért van baleset is, például Soroksáron a Helsinki úton nagy baleset a város irányában, alakul a dugó, Papino üzente nekünk, köszönjük szépen, de mégis azért azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit
nyugi van. Annak ellenére, hogy tejköd van, sok helyen dugó is van, kamion baleset is a 8-as főúton például, a Veszprémi elkerülőn, de sokkal kevesebb, mint ahogy azonos időszakában annak ez lenni szokott. Kell az átállás, én rájöttem az embereknek. Tehát mindig, amikor bejön egy új évszak, bejön most ez a ködös, vagy volt az eső, és akkor az első két napon törjük, zúzzuk magunkat, aztán rájövünk, hogy mégse tudunk olyan jól vezetni ködben. De ehhez kell két nap, meg 40 baleset. És utána a harmadik napon már nem. Nyugi van, utána már igen. Akkor kicsit így lenyugszunk. Hol, de szépen csörög. Figyelj, kézzel odáig jutottam, hogy észre se vettem, hogy késsel. Tehát most, ha nem dobsz, én nem észre, már mindenféle bántás nélkül nem tűnt föl, hogy már beszélünk, és nem vagy itt. De nem azért, mert hogy annyit késsel, hanem most, ha nem dobsz, én nem veszem észre, tehát a becsületedre legyen mondva, hogy most becsületkassza alapon működtetted ezt a perset, nagyon rendeset, hogy dobtál, nem vettem volna észre. Picit is nem, találtam egy női cipőt az asztalodon, és felpróbáltam. Jó, hát. De jól áll? És? Tipekért a poktán benne? Mondom, a női cipő várni csinál. Gyerekek, ha én egyszer megértem a női gondolkodást, akkor az univerzum egyik legnagyobb rejtét élem meg. Tehát tényleg megyek be az asztalomhoz, a szobánkba, a szerkesztői szobába, és tényleg, amit te is mondasz, egy női párcipő az asztalon. Azt nem értem, de ott van. Hogy kié, hogy honnan, hová tart ez a cipő, hogy mit csinálnak vele, hogy miért hoztam, és miért tette az én asztalom. Nem tennék föl egy tornacipőt egy női asztalra. Egyszer nem értem. Messze van még karácsony, de azért köszönjük szépen a kedves gesztust. Biztos, valaki viszi sarkaltatni, vagy küldtek nekünk egy női cipőt, hogy miért oda teszi? És ott van itt egy citrom, itt egy kis kókusz, itt egy kis tea. Na jó, jaj, semmi gond, ott veszed át, ahol akarod. De hozol magaddal váltócipőt adásra? Ja, kint hideg van, de itt bent meleged, és akkor itt van egy cuki női. És az én asztalomon tárolod a magas sarkodat? Mondjuk, nem baj, hát nem. Bár csak kérdezem, nem tudtam hova tenni. Bocsánat, ne haragudj, hogy ugyanaz a nő, aki téged lecseszett azért, mert az előszobában hagytad a padlón a cipőt, de ő fölteszi a te asztalodra a cipőt. De ő az asztalon tárolja magas sarkodat, és én vagyok a rendetlen. Nem, igen. Na hát aztán engem az nem zavar. Nem, csak egy tényleg. De nekem sokkal durvább dolgok vannak az asztalomon, tehát az nem baj, hogy most az nem. Vagy nem, csak meglepődtem. De azért esetem állgass benne a kisállat simogatóban, hogyha. Ritkán megyünk kisállat simogatóba. M5-es 51-es kilométer Pákozdi pihenőnél Pest felé a rendőrei három kobor kutyát kergetnek a pálya mellett. Óvatosan haladjon, aki arra jár, kicsi Rigó. Üzente ezt nekünk. Az itt is lehet, hogy három kóbor kutyát üldöznek a rendőrök, az egy vicces jelenet. Na jól van, hát nagyjából ennyi. Tényleg nyugi van, nem nagyon tudok más mondani. Még volt egy, ami talán fontos lehet, hogy az M1-esen Budapest felé az 56-os kilométernél dugó van. Juci küldt el nekünk, köszönjük szépen. És Mosonmagyaróvárral, mint Moson-Szent Miklós között van egy trafi, ez szintén az M1-esen van Győr felé. Na. Mi pedig egy érdekes teszttel megyünk tovább, mert hogy ugye hatalmas botrány keveredik mindig abból, hogy mézet próbálnak hamisítani, és a hamis mézet próbálják nekünk eladni. Ugye Ákos is egész reggel egyébként kínai mézről beszélt, amit ugye hát felhígítanak némi jobb minőségű magyar mézzel, és így próbálják a fogyasztóknak eladni. Ne használd a felhígítanak szót. De akkor mit csinálnak? Nem is tudom, próbálják emelni a színvonalát. Próbálják emelni, vagy miből? Feljavítani. Igen. Feljavítani, akkor inkább így mondom. De hogy a kínai méhecskék rosszul végzik a dolgukat, az azért, vagy van szintetikus méz? Van ilyen? Hát gondolom, hamisítják. Tehát, hogy cukorból csinálják, kevés valódi méz van benne, igen. Uh-huh. Rossz minőségű mézek. Előfordul, hogy így teát, meg cukorszirupot, izocukort kevernek össze, izocukrot kevernek össze egymással, és annak ugye színe is van, és hát édes is, de hát köze nincsen a mézhez. Na, most van egy teszt, ami meglehetősen tudományosnak tűnik, és azt mondja, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy eredeti mézed van-e otthon, vagy hamisítvány, és esetleg azzal leteted a gyereket, akkor nem kell más hozzá, mint egy üveg, egy pici méz, egy gyertya, amit meg kell gyújtani, és... És 300 darab poszmék. Ha elhordják, akkor az. Na, nézze valaki, aki tud olvasni, jó? Mert mutat. Nagyon sok betű van rajta, és engem is mindig összezavar. Túl sok az info. Na, hogy mit kell csinálni? Tehát előttem van egy csészényi hamis méz, illetve nem hamis, hanem pontosabban rosszabb minőségű, és egy csészényi tiszta minőségű. Nem tudjuk, hogy melyik egyébként. Van gyertya, van öngyújtó, meg tudod nézni otthon. Beleöntöd a tálkába a mézet,
és megnézed, jó minőségű mézet vettél, vagy nem. Ha már elfelejtetted, mert azért az árából kiderül, nem? Vagy úgyis csalódtál. Nem, hogy ez a trükk benne. Igen, ugye, igen. Nem azt mondja, hogy ez műméz, vagy hamis méz, hanem azt mondja, hogy ez egy rendes akácméz, kilója, nem tudom most mennyi, 2500 forint. És te megveszed azt, ami egyébként 300-at ér. Tehát pont ez a trükk benne, tehát ezért kell megtudni, ugye, hogy jót veszel. Egyáltalán nem mindegy, mert ugye a virágméz az alapvetően olcsóbb szokott lenni, az akácméz meg drágább. Egyébként ez nem feltétlenül, tehát ízlések és pofonok, de az akácméz az mindig drágább szokott lenni. Ha meg aztán még bedobnak egy-két ilyen trükköt, hogy gesztenye méz. Így van. Hársméz. Igazi termelői. Érted? Minél kevésbé ismerős az elnevezés a méznek, annál többet lehet érte kérni, mert tök ritkának tűnik. Kevés van belőle. Igen, azért van belőle kevés. Na. Hogy kell csinálni, tessék? Ilyen most itt nem csak a gyertyatrükk van, hanem van még egy csomó más is, azt nem tudom, olvastad-e, hogy én forgass meg, és akkor ha lassan megy föl a buborék, akkor az jó méz, ha nem lassan megy, akkor az rossz méz. A gyertyatrükk a következő. Fogod igen? a kis mézedet, igen? belemártod a gyertyát, de a kanócot rendesen beledugod. Tehát, hogy mézes legyen a kanóc. A kanóc legyen mézes. Jézusom, hogy csepegtesd le a felesleges mézet, vagy töröld le róla egy vattával mondjuk, és gyújtsd meg. Igen. Megvan. Uh-huh. Igen, összemézeztem, ezt töröljem le. Ez valami. És kiderül, hogy jó-e a méz, vagy nem, tehát utána ezt letörlöm. Egy picit töröld meg, így van. Igen. Jó, ne nagyon. Igen, igen. A számítógép nem érdekes. Igen. Na, gyújts meg, ha gyorsan és könnyen meggyullad, ez nem gyorsan és nem könnyen. Tehát azt kell nézni, hogy utána a kanóc milyen gyorsan gyullad meg. Uh-huh. Fújd el. Igen. Tegyük igen. bele a másik mézbe. És ha gyorsan és könnyen meggyullad, akkor igazi a méz. Ha nem könnyen, akkor vizes méz. Akkor vizes a méz. És vizes lesz a kanóc, és nem gyullad meg. Igen. Na, hagyjatok ezt. Hát ez egy elég érdekes. Komoly trükk. Ez egy elég érdekes. Víz van a mézben, nem gyullad meg. Rafinált volt, aki kitalálta. Hagyobány. Ha nincs víz a mézben, könnyen meggyullad a kanóc. Vizes hamisított méz. De szerintem ez tényleg, tehát most vízzel... Simán lehet, hogy vizet tesznek. Vizes a méz. Igen, és utána... Na, gyerünk, nézzük meg. Aha. Tudjuk, hogy melyik a hamis méz? Tudjuk. Aha, ez egyáltalán nem akar meggyulladni, és ez serceg. Az lesz, ez az gyulladt meg. Nagyon nehezen meggyullad, tehát valószínűleg most tehát ez gyulladt meg nehezen. A víz. Uh-huh. Jó? Most nyald meg. Mit? De úgy, hogy ég. A kanócot. Tehát ez gyulladt meg lassabban. Igen. 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 Tehát ez a hamis. Hát az szerint. Az a vizes. Így van. Vizes, hamis méz. Akkor mondom. Aha. Ami először könnyen meggyulladt, az a maci méz. 150 forint 4 liter, baromi könnyen meggyulladt. A másik pedig a kós. A másik pedig ez az úgynevezett kósermész, amiből többféle típus van. A rohadt életben hetek óta az zabálom. Tessék? De várjál. Nem, ez a termelői méz. Ez a maci méz. Na. Aha. És melyik, most melyik gyulladt meg nehezen? Én már nem tudom. Az első? Aha, akkor viszont meg vagyunk, mert ja, akkor jó. Ez ami kicsi maci, nagy maci. Többféle figurában van, nyúlban, maciban. Tehát ez a kevésbé jó minőségű. Ez gyulladt meg nehezen, tehát ez volt a vizes, és az első, erre az van, ez akkor nem a kósermész, ez a termelői repceméz. Igen. Na jó, hát gyerekek, ez gyulladt meg valami könnyen. Hát a repcemézről nem is tudod, ad ide. Hát. Ne idd meg. Ne, dehogy iszom. Hát ez például, hogy nézed meg, hogy van-e benne buborék a repcemézre? Hát ahol az se, hogy mert hát össze van állva. Így se, hogy mert ki van kristályosodva, de ez egy teljesen természetes folyamat, hogyha átmelegítjük egy picit, ez is megint a folyóssá válik, de én most egy picit megnyugodtam, mert hetek óta eszem már Balázsnak a rohadt drága kósermézét, és az egy nagy csalódás lett volna, ha kiderül, hogy hamis. Te eszed a mézemet, te rohadék? Imádom. Te eszed? Hallod, nagyon fincsi. Azért gyorsan, azért volt ez ilyen gyors. Van egy méhészünk, hívjuk föl, jó, Anna? Anna, ne tréccselj. Add ide azt a banánt. Nem már. Így van. Most a mézes köcsögöt. Nem. Piros. Mit csinálsz? Miért trécselsz? Piros, délutánként van. Már főzöd a tárkonyos raguleves receptet, cserélsz. Mit csinálsz? Őszintén. Vágok! És közben azért jár a szád. Nem beszéltél? Fogadjunk, ami brutál style receptet cseréltél éppen valakivel, egy tárkonyos borjúraguleves. Figyelj, van egy méhészünk, hívjuk már fel, hogy elmondja a valódit, jó? Hogy csak honnan úgy... tudjuk, hogy tényleg egy 1500 forintos termelői méz az valóban jó. Bemegyek az üzletbe. Hogy? Miki? Jó, jó. Uh-huh. Miki, tényleg kihúzod a nyufát? Csak a színhez. Nem akarok tudni. Hát de a színe az másféle mézből, vagy másféle mint a mézem, virágból. Amit hoztam, Jani, csak mondom. Igen? Azért ez a kóser? De van egy méhészünk, felhívjuk. Az. Hogy vágnak át bennünket? Tehát... Na gyerekek, a kóser mézetek az hamisítvány. Hát ez lötyög, hát ez tiszta víz. Hát ez, nézd már meg, itt van, tessék. Forgasd meg a mézes üveget. Hát ez...
Semmi, ez egy lötyögős. Nem, most ebben az esetben lehet, hogy tévedsz. 2000 forintot fizettem azért, amézért, ha az hamisítvány nagyon nagy barét csinál. Akkor gyerekek nagyon nagy barét. Ennek az az oka, hogy ugye nem lehet szabályozni a hőmérsékletet bent a szerkesztőségi szobában, és konkrétan 50 fok van bent, az azért folyós. Oké, csak mindegyik ott volt, nézd meg. Ez pillanatok alatt. Ez lötyög. Ez meg egy sűrű, szirupos. Nem ugyanaz a mennyiség, nem ugyanaz a kiszerelés. Jaj, Jani, ne akarjál már itt ezek 2000 forint. Most péragót. Nem akarsz hamisítványt tenni. Mi? Na, följük a méhészünket, megkérdezzük. Misi itt van velünk. Hello, Misi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Méhész vagy? Igen, pontosan így Győr környékén méhészkedek. Méhész vagy, ahogy megbeszéltük. Értem. Nem felejtsd el, tegnap entes voltál, ma méhész vagy. Elárul magad, tudod. Figyelj, honnan tudja az ártatlan vevő, aki tényleg horror pénzt fizetett neki, hogy hamisítvány vagy nem hamisítvány. Ez a gyertyás teszt jó, de ezt otthon tudom megcsinálni, amire már ugye megvettem a mézet. Igen, pontosan. Hogy látom? Én amit tudok mondani, hogy elsősorban inkább termelőtől kell venni, tehát piacon, termelői piacon. Tehát én első körben azt tudnám mondani, én a bolti mézekben nem feltétlen bízok, főleg nem azokban, akik ugye nagy mennyiségben, mert ugye átlagban bolti mézek olyan helyre kerülnek, tehát akik termelőtől vásárolják föl nagyon-nagyon nagy mennyiségekbe, és ezért gondolom, hogy ott könnyebben lehet mutykázni, de aki kint árul a piacon, ő nem igazán tud mutykázni. Egy-kettő vízzel nem igazán lehet higítani a mézet, mert kidobja. Tehát azért mondom, a méz egymillió féle lehet, tehát sűrűsödhet, folyékonyabb lehet, hogyha frissen van kimelegítve, kiolvasztva, akkor egész folyékony, utána egy pár hét van, akkor sűrűsödik. Például az akácméz az nem igazán sűrűsödik, az csak kicsit megkocsonyásodik, megdermed, de az nem fog soha bekristályosodni, úgy, mint például egy virágméz. De az nem baj, a kristályos szerkezetű, nem? Tehát attól az még nem rossz méz. Az egyáltalán nem baj, sőt a méznek ez egy természetes folyamata. Tehát nagyon sokan mondják, hogy a méz cukrosodik, de ez hülyeségben nem cukrosodik, hanem kristályosodik. Tehát ez a méznek egy természetes folyamata. És minden méz típus más, hogy viselkedik. Például egy virágméz, egy napraforgó méz nagyon-nagyon gyorsan kristályosodik. Egy akácméz akár 2-3 évig is, hogyha normális szobasz hőmérsékleten van, nem kristályosodik úgy, de esetleg egy kicsit megdermed, megsűrűsödik. Hogy hamisítják? Tehát mit tesznek bele? Cukrot tesznek bele, azt feloldják valami mézhez hasonlító, hasonló színű folyadékba, és abban lesz... Úgy lehet, hogy a méhek elé kiteszik a cukros zsákokat, és akkor a méhek gyakorlatilag a cukrot hordják be a kaptárba, és abból azt alakítják át valamilyen fajta mézét. Tehát így lehet hamisítani, valamint Kínából behozzák a jóisten se tudja milyen mézet, és azokat keverik a magyar mézhez. Úgy mondják, hogy a magyar mézzel javítják föl a kínai méz átlagát. Hát vagy olcsó ízacukorral keverik össze a mézet, ami egyébként szinte ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a méz. Ugyanolyan folyékony, átlátszó, stb. Hát nem hiszem, hogy azt úgy össze lehet keverni, azt a mélyek össze tudják keverni, de egyébként meg laboratóriumban bármit meg lehet csinálni. Neked vannak méz családjaid? Hát igen, nekem van 80 család, testvéremnek van olyan 130-140, meg édesapám is mézkedik, akinek mi segítünk, ott is van 110-120. Tehát ugye a családban azért van olyan 350-400. És van a három halmaznak egy meccete. A közös családok. És akkor a kínaiak hogy csalnak? Tehát ők mit csinálnak? Tehát mitől rosszabb minőség egy méz arra akarok, hogy felhigítják? Nem tudom igazából. Én egy olyat hallottam, de ez nem 100% biztos, meg olyat olvastunk, hogy Németországból küldtek ki tudósokat Kínába, hogy állítsanak elő egy olyan mézet, amit semmilyen labor, semmi nem tud kimutatni, mégis se méhet, se virágport, se semmit nem látott. És előállították, meg tudták csinálni. Most ezt küldik be utána egész Európában, meg egész Amerikában. Tehát Amerikában is volt ilyen hatalmas nagy balhé, hogy elárasztották kínai mézzel az amerikai piacot, és tönkrementek az amerikai méhészek. Európában is a méhészek tüntetnek a kínai méz ellen, de igazából ez mind profit, úgyhogy nem nagyon lehet ellene mit csinálni. Ez milyen érdekes, hogy úgy csinálják meg, vagy lehet, hogy arra is lehetőségük van már, hogy sem méhet, semmi méze, semmit nem látod, és megcsinálják. Hát van a hamis tojás Kínában, ami arról szól, hogy van sárgája, fehérje, de soha nem látod tojást, és előállították szintetikumokból. Én egy évvel ezelőtt, igen. Igen, én egy évvel ezelőtt láttam az egyik üzletláncban, az volt ráírva a származási helynek, hogy Európán belül és Európán kívüli országok mézének a keveréke. Így volt megfogalmazva. Az nem hangzik túl jól. Tehát azt figyeljük, hogy kristályos, azt figyeljük, hogy kicsapódik a cukor, az jó, és azzal nem feltétlen baj van. Például ez a repceméz, ez összeállt.
Igen, a repceméz az egyébként az két-három nap alatt besűrűsödik, bekristályosodik. Ennek ez az állaga, olyan, mint a kacsasír, ez az állaga, és egyébként a repceméz a szuper jó, akiknek például ilyen gyomorfájos, gyomorsav túltengése van. Tehát naponta egy panál repceméz, és már az összes gyógyszerét eldobhatja, ami ezzel kapcsolatos. Tehát a szuper jó, én mindenkinek így szoktam mondani, akinek ilyen refluxus, meg ilyen gyomor problémái vannak. Naponta egy panál repceméz, és minden baja megszűnik. Jó, mit csinálnak? Telelnek a méheid ilyenkor? Vagy pihennek? Persze, igen, ilyenkor már beteleltettük őket, betakargattuk őket jó melegen, aztán most már pihennek. És betakargatjátok őket? Miért természetben nem takarja be őket senki? Miért kell őket betakarni? Azért, hogy könnyebben meg tudják tartani, hogy a kaptárban egy állandó hőfokot kell, hogy tartsanak, és fölülről szoktuk takarni ilyen karton takarásokkal, meg szőnyeg takarással, nájlonnal, hogy minél könnyebben meg tudják ezt a hőmérsékletet tartani, mert minél nagyobb hőmérsékletet kell nekik előállítani, annál több energiába kerül, annál többet kell, hogy egyenek. Mennyi ideig él egy méh egyébként? A dolgozó méhek ilyen 25-30 napot élnek, amik nyár végén születnek, tehát ilyen augusztus környékén születnek, azok az áttelelő méhek, azok tavasszal az új generációig élnek. Ugye ők már nem dolgoznak annyit, és ők áttelelnek, és tavasszal, amikor már az új generáció kikelnek, akkor folyamatosan pusztulnak. Megszületik, melózik 25 napot, majd meghal? Pontosan, igen. Igen. Az, hogy nem éhre szülesek. A méh anya, aki többet él, tehát az 2-3-4, akár 5 évet is elér, a méh anya, ugye, de azt a méhek eldöntik, aztán lecserélik, amikor már úgy érzik, hogy nem megfelelő. Álltok valami intelligensek, én azt olvastam róluk. Hát ezt nem tudom, ti mennyire tudjátok nyilván tanulmányozni, de hogy kommunikálnak, megvannak a megfelelő jelek, hogy merre kell menni, vannak futárok, akik lelőhelyeket keresnek, leadják a többieknek a jelet körözéssel, tudják, hogy merre kell indulni, tehát hogy sokkal intelligensebbek, mint amennyit tudunk róluk. Ez abszolút így van, és ráadásul az a legjobb az egészben, hogy egy tökéletes társadalomban élnek. Én ezért is szeretek kimenni. Hát azért 25 napig dolgozom, majd meghalsz, azért ezen tudnék javítani. Igen, tehát hogy tetszik, de azért lenne javítani való. Igen, de mindenkinek megvan a saját szerepe, meg a saját funkciója. Az mit jelent? Milyen? Tehát mindenki szerint megvan, valaki vizet hord, valaki nektárt hord, valaki virágport hord, valaki őrző, valaki kutató. Mesterről egy kicsit ezt imádom, a vízhordó honnan tudja, hogy neki vizet kell hordani? Nyilván az ösztön és a genetika, de ez egy szenzációs szerveződés. Ez úgy néz ki, hogy ahogy a méhek megszületnek és utána idősödnek, úgy változnak a különböző funkciói. Ugye először elkezdenek vizet hordani, utána később hordják a másikat, harmadikat, negyediket, és a végén van az őrző funkció. Tehát ahogy idősödnek, úgy változnak a különböző funkciók, amiket éppen végeznek. De két napig hordtál vizet, ugye a 45 napodból, igen. És akkor utána valaki szól, hogy na, akkor most valaki irány. Valaki tényleg rád mutat? Te igen. Már elég vizet hordtál. Mától őrző vagy. Hé, hey, tata! Igen, valahol te fogd már azt a vödröt, ne lógjál! Mostantól őrző leszel, mert nem hordod azt a vizet. Tehát ez hogy van? Egyszer csak egy vízhordó még egyébként tudja, hogy neki az ideje lejárt, és mától őrző? Vagy ő most már... Az embereknél először óvodába jár, aztán iskolába jár, aztán elmegy dolgozni, aztán nyugdíjas lett. Az embereknél gyakorlatilag ugyanez van. Mindig más csinál. Na, de azért megyek óvodába, mert anyám odavitt, aztán azt mondta, hogy most már iskolába mész, kisfiam, hagyd abba az óvodát, tanuljál rendesen. Hát lehet, hogy ott is mondják, ezt nem tudom. Mit csinál a királynő? Az anyja, őnek is semmi más dolga nincsen, ő csak petézik. Tehát körülbelül naponta 3000 petét lerak. 3000 szülés naponta, hát, a gyerekek azért nem könnyű. Igen, azt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy nő naponta 13 gyereket megszülne. Az apák benn vannak szülésnél? A súlyának másfélszeresét lerakja petébe. Apás szülések ezek ott lehetnek? Vagy ő egyedül, magányosan egy közkórházban valahol a hatodikon, ő csak rakja a petéket? Hát igen, a heréknek van a legrosszabb dolguk, mert nekik egyetlen egy funkciójuk van, hogy bepározzák az anyát, és igazából ősszel van egy ilyen hereűzés, ez augusztus végén szeptemberben, amikor gyakorlatilag beszorítják a heréket egy sarokba, és gyakorlatilag éhen halnak. Tehát ők egész évben dőzsölnek, semmi meg nem csinálnak, nem dolgoznak. De már, és akkor minden here csak egyszer mehet oda a királynőhöz, hogy legyen közös gyerekük, vagy egy here többször is visszamegy? Bocs, az előbb nem sikerült. Igazából a hereknek nagyon kis százalék az, aki bepároz az anyát, de a levegőbe bepároz, és kap egy ilyen ideg összeroppanás, és meghal. Tehát aki párzott, az kész, az meghal. Nem mondod komolyan. Csinálsz, vagy dolgozom, igen. 30 napig, vagy vizet hordok, vagy párzom, egyszer majd megdöglöm, mert belerokkarok. Nem, bocsánat, a munkásmények azok mind nőstények.
Aha, tehát az anyja és a munkásnéhek mind nőstények, és csak a herék a gyakorlatilag a hímek. De a herék a munkás nőstényekhez is oda söndörödhetnek, vagy csak a királynőhöz? Nem, csak a királynő. De egy nő van az egész a kupacban. A cselédekhez, Feri. Hát de most legalább, hagyd legyen valami. Csak a királynőhöz mennek oda a herék. Mondjuk a királynőt, egy volt életemben, de az a királynő azért nem rossz. Azon, az nem rossz. Azon idegösszeroppanást kapsz. Úristen, meg volt, meghalok. Tehát volt egy jó pillanatod, és a következő pillanatban már halott vagy. Hát azért ez se egy túlságosan optimista hozzáállás. És ha a királynőt elveszett tőlük, ők jönnek a királynő után? Tehát úgy lehet az egész kaptárt elvinni, arrébb vinni, vagy begyűjteni őket, hogy fogod a királynőt, vagy az illatanyagát, és viszed magaddal? Hát gyakorlatilag, amikor kiszállnak, amikor úgy érzi a család, hogy már túlszaporodott, akkor nevelnek saját maguknak királynőket, és akkor azok kirajzanak, és mindenki viszi a maga kis frakcióját. És hogyha például a fán lát az ember egy ilyen rajt, azt tudja csinálni, hogy a rajt egy-egybe beleteszi egy ládába, vagy dobozba, vagy bármibe, vagy egy kaptárba, és leteszi oda a közelbe. És hogyha az anya is belekerült ebbe a kaptárba, akkor az összes még oda megy. Hogyha az anya fönnmaradt például a fán, akkor az összes még pedig vissza fog menni. És akkor egy napig ott van ez a kaptár, szépen besonganak a méhek, és utána már bárhová el lehet rakni őket. Ők vajon tudják, hogyha megcsípnek, elpusztulnak? Tehát vajon van ilyen típusú tudatuk egyébként, hogy egyetlen egy csípés van az életükben? Mert nem tudom. Szerintem nincsen egyébként. Nincsen, mi? Szerintem nincsen. Ezt nem tudom. És mit csinálnak a védők, akik őrzik a királynőt, ha közelítesz mondjuk a kaptár felé? Hát őrzik a kaptárat őrzik, hogy ugye idegenek, más méhek ne menjenek be. Tudod, ugye minden méhnek megvan a saját kis családja, és másik családba nem mehet be. Tehát nem engedik be. Kivételes esetekben beengedik természetesen, de alapjáraton nem engedik be őket. Tehát minden mástól védik a kaptárat. Ők ott vannak a méheknek a kiáró nyílásánál, és azt védik. Zseniálisak. Egyszer láttam egy ismeretterjesztő filmet róluk, hogy mit csinálnak, amikor darazsak támadnak. Van egy jelző, aki mondja, hogy figyeljetek, érkezik a darázs. Neki csak az a feladata, hogy figyelje, ő lehet az őrző, nem tudom, figyeli a darazsat. A darázs megérkezik, és jönnek a méhek, akik egyenként egyébként nem tudják a darazsat elkapni, mert alul maradnak. Ezért többen támadják meg a darazsat, rászállnak, és valahogy a szárnyukat elkezdik összedörzsölni, amivel hőt állítanak elő, és megsütik a darazsat. Megsütik, rettenetesen intelligensek egyébként. Igen, mert a darazsnak nem akkora hőtűrő képessége, mint a méhek, és 2-3 fokkal följebb tudják melegíteni a hőmérsékletet, és gyakorlatilag így tudják. Zseniálisak, és 8 méh megtámadta a darazsat, rászálltak, lefogták, a darazs vergődött, szenvedett, dörzsölték a lábukat vagy a szárnyukat, és megsütötték a darazsat. De mire erre rájöttek? De gondold el! De hogy milyen intelligensek egyébként, nem? Mit csináljunk? Hogy az egyik ott van, a másik nézi, viszi a vödröt, és azt mondja, én vízhordó vagyok, én nem megyek darazsat melegíteni. Ő hordja tovább a vizet, de közben mennek az őrzők, és megsütik a darazsát. Nem az én dolgom, nem ártom bele magamat ilyen dolgokban. Én csak a vizet hordom. Tehát annyira cukik egyébként, tényleg, szenzációs. Szenzációs volt. Érdekes munka lehet azért ez. Egyébként egy nagyon jó, ha bármikor Győr környékén jártok, és szeretnétek egy ilyen méhész kiruccanást, beültöztetünk titeket, mint Yuri Gagarint, aztán én nagyon szívesen megmutatom a méhészetet. Nekünk nagyon nem kellenek az ilyen védőeszközök. Így van. Tűztől egyébként. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy betelefonáltál, érdekes én dolgokat. Én köszönöm szépen, örültem, hogy fölhívtatok. Misi, jó munkát nektek, köszönjük. Minden jót kívánok, ne csak hello. Szia. És mi mennyi párhuzam van az emberi meg a méh társadalom között, mert nálunk is ugye elsősorban mondjuk a szépség királynők elvetetik magukat, aztán csak petéznek. És a herék ott. És nálunk is sok a here. A méh társadalmunkban is nagyon sok a here, igen. Na játszunk, itt van már is a játékosunk, akivel hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello Béla, honnan hívtál minket? Pécsről hívtak titeket. Pécsről mit csinálsz ott? Egy állami szervnél közgazdálkodom. Ó, gyerekek, nagy fogás, egy közgazdász. Hát azért annyira nem. Annyira nem. És milyen a reggeled, minden oké? A reggeli, meg volt kávé is. Mit reggeliztél? Hát zabot, ahogy csak ti. Ne csináld, te jó vagy. Helyes. Milyes. Mi hoztuk meg a kedvet hozzá? Alapvetően nem, de most már szívesebben eszem. Ja, picit megértem, hogy... Eddig gyűlölted, de most már... Picit megértem, hogy 50 gram kolbászt. Így. Füstölt termékek most nyilván háttérben. Semmi bajuk nincsen a füstölt, ne kezdjük el, légy szíves. Abbajtam. Köszönöm. Na figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Menni fog ennek a Bélának, én úgy érzem. Menni fog. Itt szól az első kérdés passzartóért. Figyelj, melyik spanyol labdarúgó klubba játszott Puskás Ferenc? Reál.
Madrid. Így van. Ez könnyű. Na, mehetünk tovább? Aha. Itt van a második kérdés, baseball sapkáért. Milyen állat a csörmester, a kérem a következő című rajzfilm sorozat egyik szereplője? Ne kapkodj. Azt is kéne tudni, milyen madár? Így van. Tudjuk, hát, hogy milyen madár. Aha. Egészen konkrétan. Csörmester, milyen hogy? Madár? Az is a neve. Milyen? Igen, az úgy túl könnyű kérdés lenne, hogy milyen állat csörmester. Holló? Ő ennél nemesebb madár, bár a holló sem kutya. Sólyom. Úgy is hívják, Sólyom csörmester. Így jártunk. Ez a Dr. Bubó, ugye? Az megvan. Dr. Bubó. Így van, így van. Hát ilyenkor mindig úgy szoktuk mondani, hogy egy a netet nyugodtan lehet használni, most csörmester, enter, és pont ott volt volna az első, Sólyom csörmester. Amit kidob, vagy a második, harmadik. Amikor az ember kifut a forgalomkorlátból, akkor... Ja, ja. Aznap, azt ismerem sajnos. Miért a hivatalban nincs? Aznap fut ki, így van. Igen, és most ahol vagy, ott nincsen? Hát ott nincs, pont ott nincs csak. De milyen hivatal ez? Nincs internet? De a céges forgalomból futottam ki. Aha! Mm-hmm. Olyan korán reggel 9:30-kor már elhasználtuk az aznapi adatkeretet. Hónap vége van lassan. Ja! Hát tudd meg aztán pláne. Béla, köszi a játékot! Köszönöm, srácok! Ciao! Szia! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Érdekes dolgokat mondott Misi, nem? Nagyon jól beszélt. Nagyon jó volt. Nagyon jó, de, nagyon izgalmas. Ilyen foglalkozást üzem, amiről olyan keveset tud az ember, nem? Közben ennyire intelligensek. Tényleg csak leveszed a mézet a polcról, a mindennapi életed része, de közben az egész úgy készül, amiről ha nem vagy benne és nem vagy méhez, olyan keveset tudsz, hogy milyen társadalmi szerveződésben élnek, hogy élnek, mennyire intelligensek, van a vízhordó, van a here, van a védő, hogy nem? És itt élnek körülöttünk, de az ember mégis mennyire keveset tud róluk, jókat mondott. Na, jövünk mindjárt, 9:50, pontosan 6 perccel, ha van friss közlekedésetek, küldjetek, mi pedig jövünk egy pici szünet után a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 lesz, 1 perc múlva itt vagyunk, és mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Egy egészen érdekes kis helyzetbe csöppentünk, és ez megmutatja azért, hogy nem egyszerű a mikrofon mögött ülni, és mindig olyat tenni, mondani, ami a hallgatóknak megfelel, mert egyrésztről, ha valaki olyat mond, amivel a hallgatók egy része egyetért, a másik része a hallgatóknak biztos, hogy neki megy, és erősen tiltakozik. Egy fekete-fehér igen-nem játékról van szó, amikor ugye nem tudtunk dönteni, hogy mit csináljunk Lacival, mert játszott ugyan, de azt mondtátok, hogy passzívan játszik, és elvettétek tőle az ajándékcsomagot. 7 óra után visszajöttünk, és elkezdtünk róla vitatkozni, hogy mit csináljunk vele, odaadjuk, ne adjuk oda. Egészen érdekes helyzet alakult ki, mindenkinek meg volt a saját véleménye a dologról, bemutatva kicsit azt, nyilván viccesen, ironikusan, hogy bárhogy dönt az ember, az a hallgatóknak úgyse jó. Ha odaadod, nagy tömegeknek ez nem tetszik, puhának mondanak, ha nem adod oda, akkor tényleg vége a világnak, soher vagy, és szemétkedsz egy hallgatóval, és egyszerűen hát nem tudsz jót tenni. Ezt akartuk megmutatni. Itt lett köcsög a Jani. Igen. Ez volt az a pillanat. Ez volt az a pillanat. Nem, itt vésődött be mindörökre, hogy köcsög vagyok. Igen, mindenki kapott hideget és meleget. Egy érdekes megszólás volt. Szerettük, aztán a hallgatók is beszálltak, és mindenki osztott mindenkit. Valamint megnéztünk egy videót, ami az interneten van, és arról szól, hogy egy szegény nő, aki kicsit ugye hát molettebb, hogy próbál meg felállni. Ezt a Sun hozta le egyébként ezt a videót, ugyanis egy túlsúlyos nő próbál felállni a fűből, de ez nem akar neki összejönni. Egy temetőben történt a dolog, azon belül is közvetlenül valakinek a sírja mellett. A hozzátartozók először próbáltak segíteni, de amikor látták, hogy reménytelen a dolog, akkor inkább elkezdték videózni a nőt, aki végül egyedül, hosszú-hosszú mellé után fölállt. De hát tényleg egy 150 kilós nőről van szó. Aki látta a videót, az nagyon jól szórakozott, fönt van a Facebookon is, egyébként a Facebook oldalunkon. És látszik a videón, hogy a hölgy is jól szórakozott. Remekül szórakozott. Nem arról van szó, hogy a legszebb öröm a kár öröm, mert el is utasította a segítséget, és addig küzdött, amíg fel nem állt, és aztán neki is füligért a szája. Füligért a szája, sőt, ő már valószínűleg annyira röhögött saját magán, hogy attól is elgyengült, ugye, és hát 150 kilót azért itt talpra állítani, ez egy komoly fizikai munka, csak ő is elkezdett nevetni, és ez nem sikerült neki. És arra kértük benneteket, hogy írjátok meg nekünk életetek azon pillanatát, eseményét, ami örökre beégett a retinátokban, mert mindenkinek van ilyen. Kinek jó, kinek rossz, de
a gyermekkorban, felnőtt korban egy olyan pillanat, egy olyan momentum rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, amit azóta sem tudtok elfelejteni, és az érdekes a dologban az, hogy az ember tényleg tisztán emlékszik mindenre, hogy szinte hány éves volt, hol volt, kivel volt, mit csinált, és mi történt az adott pillanatban. Legapróbb részletek is visszajöttek, az SMS-ekből is lehetett olvasni. Igen, mindenre emlékszik az ember, hát nagyon jó hozzászólásokat kaptunk, úgyhogy azokat is beolvastuk, mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 5 perc van pontosan 10 óra. Itt van Roland, mert hogy ő közben még mindig úton van, és keresi a tankolókat. Roland, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Amikor még nem volt vaze, és megláttad a trafipaxot, az út szélét, és rápillantottál a kilométer órára, és 180-at mutatott, na, az nagyon beégett. Ugye? És aztán jött a bünti? Még egyszer nem értettem. Jött a bünti utána? Megbüntettek? Hát még jó, hogy szerinted. Beleszaladtál szépen, mi? Hát az ilyen. 180-nal az picit erős. Hát tessék betartani, és akkor nem lesz. Nem lesz baj. Vagy vazét használni. Igen. Igen. Na mi újság? Merre vagy? Elindulva úton természetesen 130. Az M3-ason, illetve az M3-as környékén kell ma keresni. Engem itten számít, hol állsz meg, Molk úton ott vagyok, és 20 000 forint értékű üzemanyagvásárlási utalatok. Az első megálló, ennyit segítek, ez a Görbeházi pihenő magasságában lesz. Szerintem egy, hát még ezt is elmondom, 20 perc múlva érek oda körülbelül. 20 perc múlva ott vagy a Görbeházi pihenőnél. Jó, igen. A Klassz FM-et kell hallgatni, ugye? Így, és utána pedig még az sem baj, hogyha a kedves Lilik Fens, akit megállítok és oda megyek hozzá és letámadom, tudja a szlogenünket is. Helyes, hogy ment a koránkelés? Hát figyelj, ez nekem nem megy. Tehát, hogy felnézek rá, imádlak benneteket, óriásiak vagytok, és egyúttal hülyék. Szenvedsz? Nagyon? Aki nincs hozzászokva, annak az egész napja egy ilyen szürreális álom, amiben így utazik. Ugye? Mint hogy egy ilyen szitán keresztül nézném a világot. Igen, nincsenek színek, nincsenek nagy fények se, csak így tompa minden egy kicsit. Ezt érzed? Igen, és az a furcsa, hogy egyébként hiába kelek föl korán, utána este 8-kor kinyílik a szemem, és onnan már nem érzek fáradtságot. Igen, hát valószínűleg azt szoktad meg. Igen, mi korán fekszünk, ezért bírjuk a reggeli kelést. Jól van, Roli, jó munkát, arra küldjük a hallgatókat, hogy tankoljanak ott, és akkor keressenek téged. Utána Böszörmény, Szoboszló, Debrecen, stb. Stb. Jól van, keresni fognak. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát nektek! Sziasztok! Ciao. Hello! Halló! Kicsit túl pörgi ezeket a reggeleket. Nem normális. Hívjuk a nap hallgatóját. Rossz, hogy nincs itt a Csabi, úgy szeretem, amikor beül, kicsit ezeket leenged, megkérdezi, mi van velem. Megérted, hát Szabira menni kell, olyan hát, keveset volt az idén. Annyit tettek érte, már csak 43 napja van, amit még nem vett ki. Ki van kapcsolva? Jó, hallgatón közben kikapcsolta. Kikapcsolta magát. Milyen ez az új Benicio del Toro film? Látta már valaki? Ó, oh, de éreztem, hogy meg kell kérdezem. Látta? Nagyon jó, de nem mesélek el róla semmit. Én a Benicio del Toro-t nagyon szeretem. Egyébként az Abaházi most írt, hogy hogy vagytok. Nekem írt. Kérdezz meg, és válaszolják neki. Igen, írt, hogy jól. Jó, imádjuk, hogy november elején el tud menni egy hét Szabira. Tehát, hogy ez tehát egyszerűen nem tudunk más, csak irigykedni. Na, én ma beszéltem a Laurával, és azt mondta, hogy egész nap rátok gondol. Hogy mennyire hiányzik, hogy ő, már hogy nem a Laura gondol rátok, hanem az Abbászra gondol rátok, hogy nem ülhet ide be. Nagyon már kezdtem örülni, hogy a Laura egész nap ránk gondol. Mondom, milyen egyértelmű üzenet ez így a férje mellett. Jó, az egész család rátok gondol. Igen, hogy itt van Csabi, de én egész nap mégis rátok gondolok. Na, szóval, hogy láttad? Láttad persze, az új filmet? Zseniális. Oh, tényleg jó. Jó. Amit még ajánlok figyelmetekbe, ez a mély ütés. Na. Én nagyon nagy mozis vagyok, tényleg rengeteget. A Tom Hardy-t is ajánlom figyelmetekbe, a legendát. Imádom. Azt se láttam. Még na végre valakivel lehet filmekről beszélni. Mert János szereti ugyan a filmeket, de János fél év, egy év csúszással ül be egy moziba, amikor már senki. Hétköznap, este 10 körül. Az, persze lehet, hogy rossz reklám, de az összes pláza üres. De mondjuk, hogyha mondanál is valamit a filmekről, nem csak a főszereplőre, de nem akarom elárulni. Pont azért nem. Na, oké, csak egy kérdés, akkor ugye a legenda, az egy gangster testvérpárról szól. És a Tom Hardy alakítja mindkét szerepet. Ő úgy vállalta, hogyha mind a két testvért ő formálhatja meg, jó? Tényleg nagyon jó? Jó, és ugye ez egy valós történetre alapuló film, tehát én utána néztem, tényleg ez történt a két fickóval. Igen. Nagyon jók a zenék, hát persze, ha feltéve, ha valaki szereti a 60-as, 70-es évek brit zenét, akkor imádni fogja a másik, autók benne. Igen? A másik pedig ugye a Sicario, az a Benicio del Toro, az a mexikai drogkárterről szól, a mexikai határól játszik, átok brutálisan jól mutatja igen, be. Igen, nagyon, nagyon. Jó? Na, én szerintem zseniálisak a mostani filmek, tehát ez köszönhető a kameratechnikának, tehát annyira látványos és eredetiek, élénkek a színek, hogy
már az magán. Ne neves rajtam. Te olyan, mint élénkek. Hát de most mit mondja? Mint egy videóban játszunk egy zenekarban Garamival. Tudod, miket szoktam én hallani? Nem kapcsolat ki az övében. Tudod, mit szoktam hallani a buszban hátul? Apám, az a Spiné tegnap este. Ehhez képest. De nézd rám, élénkek a színe. A kameramozgás akkor mi hiányzik neki? De én örülök, hogy végre valakivel lehet filmekről beszélgetni, aki, maradj, aki látja is őket. Mert a János tud az összes filmről, de a János általában elméletről tud az összes filmről. Majd valamikor 100 év múlva egyszer, mikor tényleg már leárazáson még nem tudom, akkor 5 év múlva megnézi. De valaki friss filmeket lát és el is megy. Ennek nagyon-nagyon örül. Tehát érdemes ezeket megvenni. Ezt tudtad a Garamiről, hogy például olyan szemüveget hord, amiben üveg van, tehát hogy intelligensebbnek nézzen ki. Teljesen lejárat. Tehát te vele akarsz beszélni filmekről. Nagyon sokan hordom. Amikor ez a duma a mikrobuszban, hogy tegnap az a Spiné apám. Nem, mikor utaztál velünk utoljára? 3 éve. A Garami egy érzékeny srác. Szeret csajozni, közben érdeklik a filmek. Ennek a fiúnak vannak mélységei. Tehát, hogy... Nőkről is így szépen beszél, a magassága is. Beszél. A gyerekek, megéri, ez van. A csajozás, hogy kell ez a bölcsi style. Figyelj, este tízkor jársz, hogy ne legyen már senki? Persze. Igen? Egy csomó mozit ugye úgy hirdetnek, hogy lehet saját termed. Nem tudom, kibérelheted és viheted a családodat. Na most nekem szinte nincs mindig az van. Hát nincs családom, de szinte majdnem mindig egyedül vagy néhányan nézzük csak a mozit. Szóval nekem nem kell azon aggódnom, hogy recsegnek, ropognak a kukoricával. És szoktál bravózni, amikor olyan a kameramozgás? Meg ráadásul olyan vagyok, mint a Woody Allen, aki végigüli a filmet. Tehát én az utolsó feliratot is megvárom, hogy kire lesz. Hát ha meglátod valami, aha, valami erős, de, csak, maga, én nem játszok filmekbe, de hogy... Csak te ne repülj majd rá, nevet látod. A Fenyőivának nem látod ezt az új filmjét? Nem. Egy magyar filmeket kevésbé. Na hát... Hát óriási bukó. Nem tudom, hogy miért, mert... Ezt olvastam, már 4 millió. Hát tudom, egy tornateremben forgatták, és hogy... Lassú vízpartot most. Nem, azt meg nem tudom, láttam. Liza a Rókatündér? Az viszont zseniális volt. Én azt nagyon szerettem. Azt se láttad? Nem, nagyon sok elmaradás. Lizát, hát azt már mindenkinek meg. Jó, nagyon. Ferinek megbocsátjuk, de utoljára a Ben Hurra ültettek be a szüleid, érted, és nem értettem. Az nem sok mozgó lovas kocsit, meg harckocsit, hogy mit csak nézek. Az már hangos film volt, az nem lehetett, mert attól megijedtünk vidéken, tudod? A Bartokban voltál egy 1984-es, még híradó volt az elején, mikor te moziba voltál, úgyhogy neked minden meg van bocsátva. Igen, és azt is a zongorista játszott a aláhíradót. Utoljára, amit lát a Best of Disney Novák 86 Békés Csaba. Az olyan is. Best van több disznóvágás. Egy archív felvétel a Békés Csabai disznóvágásról. Szuper 8-asal, vagy mivel forgattak régen. Jól van, nálatok is folytatódik a játék, ugye? Persze, érdemes figyelni a sárga autót, és lesznek nálam zenei újdonságok is, úgyhogy a kívánságműsort is délután 3-ig mindenképpen érdemes hallgatni. Hallgassátok az esztét. Örülök, hogy behívtatok ma is kínozni, köszönöm. Nem, én veled vagyok abszolút. Kicsit úgy éreztem magam, mint a méhek közül a herék, akit a sarokba szorítanak. Hallgatsz minket? Hát na. Na. Mit hallgasson? Ez a srác tudja, hogy mit kell mondani. Amikor nem a klasszikus. Jól van. Ezt hallgatjuk. Gábor jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám. Ha kértek tőle dalt, akkor jönnek. Nagyon örül, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.